Dicsértessék a Jézus Krisztus! Eljöttünk Szent István szolgái, régi szokás szerint el is mondanánk Szent István énekét, ha kegyelmeiteknek tetszenék. Mondjuk-e vagy ne? Mondjuk! Elnyűltél már az a csillag, keljenek föl, kik alusznak. A fák füvek lengedeznek, az angyalok énekelnek. Paradicsom kis kertjében, piros pontval leterítve, azon felül ring a bölcső, abban nyugszik a teremtő. Jobb kezében aranyalma, bal kezében aranyvesző. Amikor azt megzúdítja, zúg az erdő, zeng a mező. Sosem láttam, hogy termőfát, mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. Ahol keletkezik egyékes nagy úr, helyre görejtem, re görejtem. Amellett keletkezik egy halastó állat, helyre görejtem, re görejtem. Azt is felfogá az aprósásocska, helyre görejtem, re görejtem. Arra is rászók itt csuda fiú szarvas, helyre görejtem, re görejtem. No, aki mennél, uram, Szent István király, vadászni, madarászni, re görejtem. De ha nem találnál sem vadat, sem madarat, helyre görejtem, re görejtem. Ha nem csak találtál csoda fiú szarvas, helyre görejtem, re ne siess, uram, Szent István király, az én halálomra regörejtem. Én sem vagyok vadlövő, vadad regörejtem, hely, regörejtem, regörejtem. Ha nem én is vagyok, az Atya Istentől hozzád követ regörejtem. Homlokomon vagyon, fölkelő fényes nap, helyre görejtem, regörejtem. Oldalamon vagyon, árdeli szép hold, helyre görejtem, regörejtem. Jobb esélyben vannak az égi csillagok, helyre görejtem, regörejtem. Szarvan vagyon, ezer vagyon, szarvan hegyin vannak, százezer égő gyertyák, helyre görejtem, regörejtem. Gyulladtlan gyulladnak, oltatlan alusznak, helyre görejtem, regörejtem. Adja Isten, hogy több Szent István napját is megérhessük, ne búval bánattal, több örvendetes napokkal dicsérjük Jézust karácsony szent ünnepén. Karácsonyi rege, ha valóra válna, igazi boldogság szállna a világra. Írja Ady Endre egyik legszebb versében, és mi hiszünk abban, hogy ezen a napon valóra válnak az álmaink. Hisszük, hogy minden pécsi otthonban kigyúlnak a szeretet lángjai, hisz eljött az esztendő legszebb ünnepe. A varázslathoz mi is szeretnénk egy cseppnyit hozzátenni, ezért különleges karácsonyi cseppeket gyűjtünk össze az Egy Csepp Pécs karácsonyi különkiadásában. Pécsi művészek, sportolók, érdekes és híres emberek lesznek vendégeink, akik gyermekeikkel együtt érkeznek a stúdióba, ami ezúttal ünnepi díszbe öltözött. Mesélnek az ő karácsonyukról, régi és mai ünnepekről, gyerekkori ízekről és emlékekről, énekelnek, táncolnak, mesét mondanak. És közben közösen feldíszítjük az ünnep elengedhetetlen kellékét, a fenyőfát, és megajándékozzuk azokat a gyerekeket, akik ezt az estét sem tölthetik családjuk körében. Gyújtsanak önök is egy gyertyát az ünnepi asztalon, egy csillagszórót a fenyőfán, és legyenek velünk a várakozás perceiben. Kezdődjék az Egy Csepp karácsony! Szeretettel köszöntöm én is a nézőket, és kellemes, békés karácsonyi készülődést kívánok az otthonokban.
Kedves nézőink, itt a stúdióban kialakítottunk mi is egy kuckót, ahol már lázas munka folyik. Ahogy Ildikó említette, ennek a műsornak a folyamán szépen apránként egy most még dísztelen, kicsit kopasz fenyőfát fel fogunk díszíteni, és nem is akármilyen díszekkel, részint olyan díszekkel, amelyeket vendégeink hoznak ide nekünk ajándékba. Nyilván minden díszhez mindenkinek kötődik, majd minden vendégnek valami kellemes emléke, valami története. Részint pedig olyan díszekkel, amiket a Pécsi Gyermekotthon lakói és kísérői készítenek nekünk. Itt az imént már említett, a stúdióban kialakított kis kuckóban. Rögtön be is mutatkoznának kedves kis kézműveseink. Legyenek kedvesek a nevüket mondani. Kassai Réka. Szerbusz. Marike Erika. Szerbusz Erika. Nagy Liona. Szilver Mátyásné. Víklaudia Dorottya. Nagyon jó munkát kívánunk nektek. Ahogy végignézek ezen az asztalon, látok itt hát gyakorlatilag már kész angyalkákat, és látok egy sor nyersanyagot, ragasztót, cérnát, kerek szövetdarabokat, vattát, ez talán raffia vagy spárga lehet. Mik fognak ebből készülni? Van-e valami koncepció már így előre, hogy mivel díszítjük fel ezt a mi közös fánkat? Angyalkákkal, hóemberrel, mikulások lesznek rajta, és papír díszek lesznek még rajta. Ti már csináltatok ilyet egyébként is, vagy erre az egy alkalomra gyakoroltátok be? Igen, csináltunk. Szűk szavú, de a keze fürgén jár. Ők voltak a legügyesebbek, úgy választották ki őket, vagy ők voltak a legbátrabbak, akik vállalták a szereplést? Hát mind a kettő, bátrak is voltak, és ügyesek is. De mindenki nálunk nagyon ügyes, úgyhogy igazándiból nehéz volt a választás, mert rengeteg gyerek szívesen jött volna. Most ennyi jöttünk. Hát köszönjük szépen, hogy itt vannak, és kíváncsian várjuk, hogy a műsor végére milyen gyönyörű díszekkel lesz majd gazdagabb ez a mi közös karácsonyfánk. Sok szeretettel köszöntöm Platti Istvánt, a Pécsi Gyermekotthon igazgatóját. Hát azt hiszem jó nézni a gyerekeket, így közösen innen figyeltük a sarokban, hogy hogy készülődnek, hogy kezdtek neki a díszek készítésének, hogy milyen örömmel és elmélyülten vesznek részt az ünnepi készülődésben. Milyen a karácsony a Pécsi Gyermekotthonban? Ilyenkor azért van benne egy kicsi szomorúság, vagy inkább vidám? Hát, hogy ne legyen benne szomorúság, a Szent Család költözik a gyermekotthonban, hiszen nyilván egy olyan család, egy vérszerinti család, ahol jól működnek a dolgok, és a család melege és a karácsony hangulata annál gyönyörűbb dolog nincs. Ugye a gyermekotthon egy család pótló nevelést biztosít, hiszen ezek a gyerekek kiemelődtek a családból, és a család helyett a gyermekotthon neveli. De hát akkor beköltözik a Szent Család, úgyhogy a gyerekekkel közösen ilyenkor betlehemezünk, sőt a pálos testvérek szentmisét is mondanak ilyenkor nálunk alácsonykor. Ebbe a családba ilyenkor beköltöznek, családtaggá válnak a hajdani növendékek is, visszajárnak ilyenkor ünnepekkor? Hát egy-egy-kettő elő szokott fordulni, igen, igen. Akinek kikerülve az otthonból nem tudott családot teremteni, és mi maradtunk a családja, visszajönnek. De általában megszoktak bennünket látogatni, jönnek, hozzák a kisbabájukat, férjüket, feleségüket bemutatni. Tehát ez így hagyomány, és hát azt látjuk, hogy azért a gyerekek többsége beilleszkedik a társadalomba, és aztán családot alapít. A műsor elején látunk már egy produkciót a gyerekektől. Nem titok, te voltál a rendezője a regülésnek, és az sem titok, hogy még a mai délután este folyamán nagyon sok produkciót láthatunk tőlük. Mennyire fontos a művészet az intézmény falai között? Tehát a hétköznapokon is készülnek ilyen produkciók, és bemutatják egymásnak a gyerekek? Hát nálunk a népszokások, néphagyományok, a rítusok gyógyító erejűek, és az egész évkör során a régi hagyományoknak megfelelően folyamatosan minden hónapban van egy-egy rítus. Mi nem színpadra készült produkcióként tesszük ezt, hanem éljük. Van kiszebábú égetés, Láncos Miklós járás, Szüreti bál, Szent Iványi tűzugrás, a pünkösdi király választás, és ott nálunk a pünkösdi királynak nagyon komoly jogai lesznek egy éven keresztül, sőt, ő felel a bálokért, ő biztosítja a zenét,
sőt tekintélye van a többi gyermek elől, de bár királynőt is választunk Katalin bálkor. Tehát nálunk a hagyományoknak gyógyító, nevelő, közösségfejlesztő ereje van, és éljük ezeket. Emellett képzőművészetterápia is folyik a gyerekotthonban, ezekről rendszeresen szoktunk kiállításokon beszámolni, például a civil közösségek házában, de mindemellett kézműves foglalkozások is vannak. Ugye most is készülnek ezek a karácsonyfa díszek, és bizony volt előzménye, tehát még Mikulás előtt kolléganő a gyerekekkel közösen készített kis Mikulás figurákat, de emellett van kerámia műhelyünk, ahol mindenféle szép kerámiák készülnek. Tehát a művészet az lélekrendező hatású, gyógyító erejű. Én magam művészetterapeuta is vagyok, és így a rajzok kapcsán előjöhetnek mélyebb lelki dolgok, amelyek gyógyulást okoznak a gyerekek számára. Együtt dolgozunk pszichológussal, gyermekpszichiáterrel, folyamatos konzultációnk van, és ezekről beszélgetünk. Egyetlen rövid kérdés a végére. Ez egy ünnepi hangulatú műsor, és egy ünnepi műsor. Ha én azt kérdezem, hogy milyen évet zárt a gyermekotthon, és milyen 2011 elé néz, akkor ünneprontó vagyok? Hát tulajdonképpen ez az év azt hiszem elég jó volt, mert sok nyári vidám tábor volt, és sok élményt tudtunk a gyerekeknek biztosítani, anyagilag is tulajdonképpen jól zárjuk ezt az évet. Hát ugye egy bizonytalan világ van, tehát a jövő az teljesen bizonytalan, de van egy remény, hogy jövőre lesz a gyermekotthon 50 éves, és ezt szeretnénk méltóan megünnepelni, szeretnénk a városvezetőit is meghívni, szeretnénk a régi gyerekeket és a régi kollégákat meghívni a gyermekotthonba, és egy nagy találkozót rendezni. Hát mi boldog és meghitt karácsony estét kívánunk, és ünnepeket nektek a gyermekotthonban minden lakójának, és arra kérünk, hogy helyezd el az első díszt a mi karácsonyfánkon, ami reméljük, hogy a mai délután végére ünnepi díszbe fog öltözni. Kisfia, mely télen-nyáron zöld. A szellő dúdolt altatót, ó, aludj kis fenyő, a hó megadott takarót, ha nagyobb hideg jő. Ám egy téli szép napon jött egy apró szán, oly simán siklott a havon, s úgy szikrázott a hám. A szánkó előtt lódobog, s egy ember szállt le ott, s a fejsze egyre csattogott, a fenyő pattogott. Itt van.
vagy köztünk, kis fenyő. Az ünnepünk így szebb. Hát hadd köszönjük te neked e kedves ünnepet. Felsőt a csillag, hold is előjön, jégcsapok égnek karcsú fenyőkön. Kései számfut, porzik a borhó, jégrödös úton villog a patkó. Cinke szeméről foszlik az álom, csenget a csengő, itt a karácsony. Csenget a csengő, itt a karácsony. Felsüt a csillag, hold is előjön, jégcsapok égnek karcsú fenyőkön. Kései számfut, forzik a porhó, jégrögös úton villog a patkó. Cinke szeméről foszlik az álom, csenget a csengő, itt a karácsony. Csenget a csengő, itt a karácsony. Felsüt a csillag, hold is előjön, jégcsapok égnek karcsú fenyőkön. Kései számfut, porzik a porhó, jégrögös úton villog a patkó. Cinke szeméről foszlik az álom, csenget a csengő, itt a karácsony. Csenget a csengő, itt a karácsony. Tamás Éva, Bogár Dializ és Ettlinger Mihály dalolt zenélt nekünk, és persze természetesen kísérettel érkeztetek a stúdióba, hisz Évát a gyerekek is elkísérték. Lehetnénk sokkal többen, hogyha a Líz is elhozta volna a csemetéket. Csak hát ugye valakinek dolgozni is kell az országban, ahogy szokták mondani. Hát most már az iskola is várja. Pedig abszolút nem különleges dolog az, hogy a gyerekek veled vannak, mert mi folyamatosan azt látjuk, hogy ahol te felbukkansz, produkcióban énekelsz, zenélsz, ott a gyerekek is körülötted sertepert élnek. De ezt most Éva valósította meg. Hogy hívják a kicsiket? Anna. Ő Anna. Szappanos Anna és Szappanos Márton. Te meg kell őket dicsérnünk, hiszen gyakorlatilag a produkció részeivé váltak, ennél megrendezni sem lehetett volna szebben ezeket a jeleneteket. Igen, ők nagyon jól tudnak segíteni a gyerekműsorok alkalmával is, ugyanis folyamatosan mutatják a többi gyereknek, hogy mit és hogyan kell táncolni, és hogy szólnak a dalok. És közben promotálják edzettek a felvételeiteket. Így van. Mutasd meg a bácsinak. Anyadal. Ez egy dal, anyadal. Anyadal. Szóval ügyes vagy, kisfiam. A fiatalembert is, Misi, tegezhetlek? Ugye hát két felnőtt férfi ezt már megbeszéli egymással. És ha már annál ott tartunk, hogy férfi, hogyan tudsz te az Ámol hetesre figyelni, miközben a színpadon két ilyen gyönyörű hölgy vesztéget? Megszoktam már, Aliza, két éve muzsikálunk együtt, és ez már nem jelent már problémát. Plusz egy ide vagy oda. A másik dolog meg az, hogy ugye Évánál és Aliznál a gyerekek téma az teljesen természetes, hiszen édesanyák. Te még egy picit távol vagy egytől, de mégis a gyerekeknek énekelsz. Ez milyen érzés számodra? Hát nekem öt testvérem van, szóval nekem mindig is így a család az. Szóval ilyen mindig volt a közelemben más gyerek, úgyhogy ez abszolút nem idegen. Arról nem is beszélve, hogy a Misi is még gyerek. És mi is. Hát pont rácáfoltál arra, amit mondtam. A karácsony ugye egy családi ünnep, de ti még a gyermekek nélkül is olyanok vagytok, mint egy kis család. Egymást meg fogjátok ajándékozni, vagy terveztek valami közös ünnepét? Természetesen. Különösen azért, hiszen lesz is... Márton, egy picit türelem, jó? Lesz is közös karácsonyunk, hiszen a lemez, amit itt a Márton gyűröget, ugye, azt közösen ünnepeljük meg egy koncerttel, meg és természetesen utána meg is ajándékozzuk egymást. De azt hiszem, ez nálunk már régi szokás. Nagyon régi. Alizzal, igen. Igen.
Igen, igen. Ti barátok is vagytok, akkor nem csak együtt zenéltek. Így van, és nagyon sokat gondolunk egymásra, szerintem ez a hétköznapokban is nagyon sok erőt ad. Nem csak ünnepekkor, hogy gondolunk a másikra, hogy vajon mit csinálna, mit gondolna ebben a helyzetben. És persze, édesanyák vagytok, az ünnep nagy része, az előkészületek rátok hárulnak. A karácsonyfát kidíszíti, van-e hagyomány a családban, hogy ez kinek a reszortja? Azt kell, hogy mondjam, hogy én viszonylag aktív vagyok ezen a téren, és nagy örömmel meg kell, hogy mondjam, közben az ember elgondolkodik, feltöltődik, ráhangolódik az azt követő eseményekre. Tehát ez tényleg egyfajta átalakulás, metamorfózis. És ez a gyerekekkel közösen megy? Mert ugye hol a gyerekekkel közösen, hol pedig ugye a Jézuska díszíti föl magát a fát is. Nálunk abszolút, igen, igen, még az van egyelőre, hogy az egyéb családtagok elterelik a figyelmüket, kicsit elmennek moziba, meg sétálni, meg egyebek, levegőzni, és közben az angyalok meghozzák a fát, én egy kicsit segítek nekik ebben az ügyben, és így zajlik. Éva, nálatok? Nálunk is. Tehát Jézuska hozza még a karácsonyfát, meg feldíszítve szépen. És mi csinálatok? Nálunk még fakultatív a dolog, hogy ki akar meglepetést, és ki akar díszíteni, de hát persze az angyalok. Hát akkor most segítsetek nekünk abban, hogy a mi fánk is gyönyörű díszes legyen. Éva kezében a dísz. Van valami különleges története esetleg ennek a dísznek, hogy miért pont ezt hoztátok? Hát ezt az Anna óviából hoztuk, ahol volt karácsonyi vásár, ahova anyukák és gyerekek készítettek ajándékokat. Onnan hoztuk. És hogy angyalka, az sem véletlen. Igen, mi ezt szimbolikusan úgy értelmezzük, hogy ez a mi hármunk erejét egyesíti, amit szeretnénk most így átadni ajándékba nektek, mert hiszünk abban, hogyha együtt összefogunk, akkor az nagyon-nagyon messze és nagyon szép lelki tájakra meg vidékekre vezethet, és arra nagyon nagy szükségünk van mostanában. És ezért hoztuk az angyalkát nektek. Piros angyalkát. És boldog karácsony. Köszönjük szépen az ajándékot, és akkor folytassuk a műsort, amiben hamarosan vendégünk lesz majd Kővári János országgyűlési képviselő, Gyürkő Béláné, a gyermekgyógyászati klinika vezetője. Zenél majd nekünk a Daniel Spierbress és Demjén Ferenc is énekel majd egy dalt, és megmutatjuk egy igazi karácsonyi menü elkészültét is, érdemes lesz át velünk tartani. Szeretettel köszöntjük a stúdióban Kővári János országgyűlési képviselőt és kedves családját, ha nem is a teljes létszámban, hiszen a nagylány hiányzik. Kezeteket csókolom, szerbusz. Jó estét kívánok. Hát én úgy gondolom, hogy képviselő úr, gyermekei számára a karácsony az duplán ünnep, mert ilyenkor legalább megkapják ajándékba apukát is.
Hát és nekem is az, mert én is ritkán látom őket, úgyhogy az egyik legnagyobb öröm az éppen ez, hogy családban lehetünk legalább ilyenkor, sőt a nagy családban, mert elég nagy a mi családunk, és a három nap itt a karácsony idején az azzal telik, hogy hozzánk is jönnek, és mi is megyünk, végigjárjuk a családot. Ez nagy öröm. Gyerekek is így látják? Ti is így látjátok, hogy tényleg ez az évnek az a napja, az a pár napja, amikor tényleg együtt igen, vagyunk, és csak igen. egymásra figyelünk. Igen, meg hát húsvétkor is viszont szoktuk látni a párt. Igen. Vannak olyan tipikus hagyományok, karácsonyi hagyományok a családban, ami minden évben megtörténik? Szoktunk készülni egy pásztorjátékkal, így az egész család, és akkor hát szentest előadjuk a család többi részének, mert ők vendégségbe szoktak jönni hozzánk, és akkor... Mi tudjuk, hogy a ti családotokban is, ahogy minden családban igazából a fát feldíszítve, meg az ajándékokat a Jézuska hozza, most kivételesen ti hoztatok olyan díszeket erre a fára. Én arra kérlek benneteket, hogy amíg apuval, anyuval beszélgetünk, nyugodtan díszítsétek fel ott azt a fát ezekkel az ajándékokkal. Én pedig hadd tereljem személyes vizekre ezt a beszélgetést. Az ember úgy van vele, amikor gyermeke lesz, hogy élesebben kirajzolódnak előtte azok a karácsonyok, amikor még ő volt gyermek. És lehet, hogy ez jó vagy nem jó, az majd kiderül, rögtön megmondják önök, de én például azzal próbálkoztam, hogy visszaadni azoknak a karácsonyoknak a hangulatát. Így van ez önöknél is? Hát természetesen így. A gyerekkori karácsonyaink azok olyan emlékek, amik nagyon sok pluszt adnak az embernek. És hogyha már születik az embernek gyermeke, főleg nem csak egy, hanem több, akkor... Ez kötelessége szerintem egy anyukának, egy szülőnek, hogy megadja számukra azt a boldogságot, azt a titokzatosságot, azt a misztériumot, amit a karácsony hordoz magába. Persze kicsit változtatva a régi hagyományokon, mert hát minden család kialakít maga számára egy ünneplési szokásrendet, ami hát nálunk is az évek folyamán sok régi elemmel, de ugyanakkor sok új elemmel is gazdagodik, minden évben egy picit rakunk hozzá, de a magva az megvan. Ilyen a pásztorjáték, ahol nekem rendszeresen az öreg pásztor szerep jut, mert ez a legrövidebb szöveg, úgyhogy ezt még én is meg tudom tanulni. És hát szerintem nem nehéz kitalálni, hogy kik az angyalok is. Hát adott a szereposztáshoz. Ez tényleg egy különleges élmény egyébként, és talán fontos is lenne mindenhol, akár hívő valaki, akár nem, hogy egy picit erre koncentrálva gondoljon a karácsonyra, ami nyilván a család ünnepe, a közösség ünnepe. De nagyon fontos, hogy emlékezzünk arra, hogy a karácsony honnan indult, Krisztus születésétől indult, és szerintem az is fontos megértenünk előbb-utóbb, hogy mi ennek a fontossága ennek a születésnek. Úgy is szoktuk mondani a nem hívő emberek esetleg így, talán nekik így közelebbi, hogy a szeretet megszületésének ünnepe, hiszen Krisztusról tudjuk, hogy ő képes volt önzetlenül és feltételek nélkül szeretni. Szerintem, hogyha erre gondolunk, és ezt megpróbáljuk mi is ebből egy picit megvalósítani, akkor egész biztos szép lesz a karácsony mindenki számára. Ez a mi műsorunk egy kicsit arról is szól, hogy a pécsi gyermekotthon lakóinak is szebbé tegyük az ünnepet. Én úgy tudom, képviselő úr számára nem ismeretlen telep a gyermekotthon, hiszen volt idő, amikor sűrű megfordult ott náluk. Ez így van, ezek szerint már meséltek itt István barátom erről, aki akkor még kezdő tanár volt, amikor én is oda jártam egy kollégámmal, a fiatalokhoz együtt énekeltünk, beszélgettünk az ő dolgaikról. Én akkor ismertem meg a gyermekotthonnak a különleges légkörét, és annak a munkának egyébként a gyümölcseit, amit István már akkor folytatott, és azóta is a gyerekekkel. Egészen különleges élmény volt azokat a rajzokat látni, amit a fiatalok készítettek, hogy abban mennyire ott volt az ő lelkük, és minden gondjuk és bajuk, és milyen fontos eszköz ez, a művészetek milyen fontosak, hogy ezeken keresztül kifejezhetik ők is a gondolataikat. De akkor is, és most is azt látom, hogy tényleg mindent megtesznek az ott dolgozók, hogy a gyerekek valóban családias légkörben élhessenek, és ez nagyon fontos, hogy így maradjon a jövőben is. Nem csak országgyűlési képviselőként ismerjük, de hát mint civil szervezet vezetőjét is. Ebbéli minőségében mi a feladata ilyenkor, karácsonykor? Végig gondolja-e azt, hogy eleget tudtunk-e tenni az erre rászorultak érdekében ebben az évben, és ha ezt így végig gondolja, akkor igennel tud-e válaszolni? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert biztos, hogy nagyon sokan érzik úgy, hogy magukra maradtak. Egy város, egy önkormányzat, de még egy
országgyűlés, vagy a képviselők, vagy a politika nem képes arra, hogy mindenki számára tényleg az örömöt és a megfelelő életminőséget biztosítsa. Ezért én azt gondolom, hogy ennél lényegesen fontosabb annál, amit mi tudunk tenni, az, hogy mindannyian tudunk egymásnak segíteni. Lehet, hogy nem lesz mindenkinek karácsonyfája alatt mobiltelefon, meg nem tudom milyen drága eszközök, de azt minden családban megtehetjük, és minden közösségben megtehetjük, amiről az előbb beszéltem, hogy legalább azon a napon, de az se volna baj, ha a többi napon is szeretettel, meg tisztelettel fordulnánk egymás felé, és szerintem ebben egyébként a politikusoknak is példát kell mutatniuk, hogy ők is tisztelettel vannak egymás iránt is, meg a polgárok iránt is, akik őket megválasztották, és képesek elfogadni egymást, és szeretni. Köszönjük szépen, és boldog karácsonyt kívánunk az egész családnak. Mi is ezt kívánjuk. Boldog karácsonyt kívánunk. Mindenhol jó, de legjobb otthon. Különösen igaz ez a szeretet és az összetartozás ünnepén. De hogyan élik meg a karácsonyt azok, akik a házi tűzhelyi melege helyett egy kórházi ágyban várják a Szentestét? A pécsi gyermekklinikán sokan kényszerülnek a zöld falak közt ünnepelni. Kéménye szerencsére minden kórháznak van, így a Mikulást itt sem várták hiába. A Mikulás az idén sem feledkezett meg a beteg gyerekekről, minden kórtermet végigjárt a gyerekklinikán, zenélt és ajándékot is hozott. Vágyat, szervusztok mindenkinek. Szép napot! Nem kell ám aggódni, mindenkihez oda megyünk. Szabad, kezdjük innen a legkisebbel, jó? Jó, menjünk. Hát, szervusz, te nagylány! Meg ne ijedjél. Nézd csak, hozott ajándékot. Ajándékot hozott neked. Jaj. Úgy is van. Köszönjük szépen. A gyerekek nagyon örültek a látogatásnak. A télapótól kapott csomagban rengeteg finomság és ajándék lapult. Ilyen kis és pamacska. Kedves volt, hogy gondolt a beteg gyerekekre, meg hogy egyáltalán ide jött. Mert ugye nem szokott általában mutatkozni. Ez neked köszönöm. Továbbra is, mint egy kis hős. Szeretem, amikor hozzák az ajándékokat, meg szeretek találkozni a Mikulással, és nagyon szeretem, amikor otthon voltam, akkor pont a cipőbe hozták a Mikulás, és elég sok, mert itt is vannak ajándékot egy párt elhoztam, de még vannak. A Mikulás is megpróbálta felettetni a nehéz napokat, bevallotta, nem könnyű beteg gyerekekkel találkozni. Azt hiszem, ők azok, akik a legkevésbé számítanak rá, hogy találkozunk, és azt hiszem, ők azok, akik a legjobban örülnek, hogy találkozunk. Ilyen hasonló helyekre nekem is nehéz eljutni, hiszen... Vagy nem is az, hogy nehéz eljutni, de amikor itt vagyunk, az azt hiszem mindenki számára nehéz, hiszen jobban ezeknek nem a természetes közege a gyereknek a kórház, és ezt ők is érzik, és én télapóként... Ugye hát én is érzem, és ilyenkor nyilván kell nekik valamit mondani, hogy mindez, de vannak olyan orvosi tények, amit én sem tudok megváltoztatni, bármennyire is szeretném. Szervusz, Peti! Készfogást! Készfogást! Szia! Szervusz! Viszontlátásra! Sziasztok! Szervusz, Peti! Jövőre találkozunk! A télapú mellett a klinika dolgozói is megpróbálnak ünnepi hangulatot a falak közé csalni. Akit lehet, hazaengednek karácsonyra, de sajnos ezt nem mindenkivel tehetik meg. A betegségek különböző súlyosságúak, az, hogy feltétlenül kórházi ápolást igényel a gyerek, az például a karácsony befolyásolja, tehát ha mód van rá, akkor karácsonyra mindenkit hazadunk. Természetesen vannak olyan súlyosságú beteg gyermekek, akiket feltétlenül kórházban kell tartani. Az ünnep az mindenkiben emelkedett, akár dolgozó, akár beteg egy emelkedett hangulattal jár. Én ugyan idén nem veszek karácsonykor ügyeltet, de sokszor ügyeltem már karácsonykor. Egészen más lélekkel járja az ember a folyosókat, és olyankor kevés a gyerek, és a kevés gyerek több törődést kap orvosoktól, nővérektől, mindenkitől. Hát a gyógyulás pusztán a karácsonnyal nem tudjuk meggyorsítani, de a lehetőségek az mérten azért otthonos körülményeket biztosítunk. Köszi!
kicsit is tovább. És itt egy. A Mikulás meglepetése mellett az igazi ajándék valóban a gyógyulás lenne a gyerekeknek. Örülök, hogy jött a Mikulás. Sokkal könnyebb minden gyógyulás, és remélem meg lesz. Remélem azt szeretném, hogy minél hamarabb ki tudjak egyenesedni. Meg szeretnék már gyógyulni. Szerintem. Sok erőt, egészséget, viszontlátást. Na, megyünk, még a többi szobába is várnak minket. Hát így zajlott a Mikulás a gyermekklinikán, és bizony sok kis gyermek karácsonykor sem mehet haza. Vendégünk Györkő Béláné, intézetvezető ápolónő, sok szeretettel köszöntöm. Hogyan tudnak meghitt karácsonyt varázsolni vagy beteg gyerekeknek? Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. A karácsony és a Mikulás a gyermekek által leginkább várt ünnepek közé tartozik egész évben. Ez így van azoknál a gyermekeknél is, akik a gyermekklinikán kénytelenek tölteni a ünnepeket. Próbálunk rajtuk segíteni, örömet szerezni, egy picit elfeledtetni velük ezt az idegen milliót, az otthonuk hiányát. Ilyen volt a Mikulás érkezése 6-án, illetve karácsony előtt ugyanúgy ünnepi hangulatot próbálunk teremteni a fekvőbeteg osztályainkon és a járóbeteg ambulanciánkon is. Például fenyőfák feldíszítésével, az osztályok feldíszítésével, ugyanúgy a karácsonyfa alá ajándékok kerülnek, és azt gondolom, hogy ezáltal egy picit meghittebb. A szülők azért bejöhetnek ilyenkor egy picit, lehet azt mondani, egy picit lazább az intézmény rendje, hogyha valaki nagyon szépen kéri, hogy szeretne bemenni a kisfiához, kislányához, akkor beengedik? Természetesen a klinika alapvető szabályai betartása mellett egy kicsit engedékenyebbek vagyunk. Próbálunk alkalmazkodni az ünnepekhez, például a látogatási idő megnyújtásával, illetve általában egy gyermekhez két szülő, két látogató, inkább így mondom, mert nem mindig szülők tartózkodhatnak, és ilyenkor több látogatót is fogadhatnak a gyermekek. Természetesen ilyenkor ünnepekkor orvosok, nővérek is ügyeletben vannak, akik szintén nem tölthetik a saját családjukkal a szentestét. Ők is készülnek valami kis ünneppel? Van valami hagyomány? Készülnek. Igazából azt gondolom, hogy akik a egészségügybe jöttek dolgozni, akik eldöntötték valamikor, hogy ezt választják hivatásuknak, azok vállalták, hogy ára van annak, hogy az egészségügybe jöttek. Például ilyen is, hogy a ünnepek egy részét ott kell tölteniük. Ezt próbáljuk szintén bensőségessé tenni. Azt gondolom, hogy ilyenkor a klinikának a hétköznapokhoz képest egy különös hangulata van. Sokkal több az érzelmi töltet, a bensőségesség ezeken a napokon. Ugyanúgy megterítik az asztalt a ebédlőkben, az ünnepi asztal mellett együtt étkeznek például a gyermekekkel. Van-e olyan baleset típus, ami ilyenkor jellemző, és ami ilyenkor karácsony vagy az ünnepek táján veszélyezteti jobban a gyerekeket? Gondolok arra, hogy a fán gyertyák vannak, le is borulhat az a fa, egy csomó veszélyes dolog történhet pont a szeretet ünnepén. Sajnos igen. Az elmúlt héten, ha jól emlékszem, jött hozzánk egy betegünk, aki viaszöntés közben megégett. Próbálta a meggyulladt viaszt eloltani, és ez az égett viasz ráfröccsent, és igen komoly égési sérülés szenvedett, főleg az égési sérülések. Hát reméljük, ilyen balesetekből kevés lesz, és a szülők, gyerekek megkapják a legszebb karácsonyi ajándékot, és a gyerekük meg fog gyógyulni hamarosan, és hazamehet, és nem kell több karácsonyt a kórházban tölteni. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Én köszönöm a meghívást. Önnek is boldog karácsonyt, és minden beteg pici gyereknek kérjük, tolmácsolja, és
ezt a szép kis karácsonyfadíszt, amit nekünk hozott, kérjük helyezze el a mi karácsonyfánkon. Az se baj, ha megszólal egy pillanat. Nagyon szépen köszönöm. Igen, ez egy kis kerámia csengő. Köszönjük szépen, mi pedig rövidesen más népek karácsonyi dalaival folytatjuk, aztán pedig vendégünk lesz az egyik legnépszerűbb pécsi sportoló is. Ez volt a Daniel Sperr Brass, és vendégünk az együttes vezetője, Sörfőző Zoltán. Sok szeretettel köszöntelek. Köszönöm. A karácsonyi albumról hallottunk egy számot, ami más népek karácsonyi dalait is tartalmazza. Nagyon mások a különböző népek karácsonyi dalai? Mi a benyomásod? Stílusban igen, de valahol mindegyiket egy bizonyos hangulat fűszerez meg, ami bennünket is megihletett, hogy ráraktuk erre az albumra, tehát itt mondjuk a Jingle Bells-től kezdve a Stille Nachtig, az Ottan nem van, a Mennyből az Angyal, a Pásztorok, Pásztorok, amelyik mindegyik valahol a részúos hangszerés által most így valahol az ünnepet próbálja közelebb hozni a karácsony ünnepét a családokhoz, és ezt tettük le az asztalra, igyekeztünk a legjobbat. Amíg ezt meg nem halljuk, meg nem látjuk, azért számomra nagyon nehéz elképzelni, hogy hogyan lehet fúvós hangszerekkel, ráadásul sok rész fúvóssal, lágy, ünnepi, meghitt hangulatú zenéket játszani. Hát nagyon is lehet, hiszen ha belegondolunk, elválaszthatatlan mondjuk a karácsony gondolatától a harangszó is, az ugye miből van, fémből van, réz vagy egyéb ötvözetből, tehát annak a csengése és a réz a alapú hangszerekből kiáradó lágyság, az például, ha a vadászkőtre belegondolok, mi sem szeptonusú, mint mondjuk ezen a lemezen szereplő Greensleeves, egy csodálatos kót dal, ami egy zöldruhás hölgyről szólott, például a kürtösünk kezdi ezt a szólót a dalban. Hát az igenis nagyon közel esik ez azon gondolathoz, de azon túlmenően a fúvós hangszereknek a lételme maga a éneklő dallam, amit ugyanúgy a karácsonyi énekeken keresztül ugye hallunk nap, mint nap, tehát miért ne lehetne egy pásztorok pásztorokat, vagy egy mennyből az angyalt ugyanúgy részúrs hangszere énekelni. Hát hogy ne lehetne, csak egy kicsit kötözködtem. Igen. Tudom, hogy nagyon nehéz helyzetben voltatok, amikor választani kellett a karácsonyi album tartalmából, mert ugye azt kértük, hogy két számot játszatok el nekünk, ezt kicsit korábban még a műsor előtt rögzítettük, úgyhogy sajnos a fiúk már elmentek, az együttes többi tagja, de mégis miért ezt a kettőt választottátok? Mesélj kicsit a dalokról. Hát remélem, hogy itt a meccseken hamarosan le fog esni a hó, és lehet majd egy előtt szánkózni, ez volt az első szám, ez a Szánkózás cím, ez egy nagyon vidám szám, és abból átmentünk egy másik ismert számba, We Wish You a Merry Christmas-ba, ami mindenkinek jó karácsonyt, és ugye a szám vége felé is Happy New Year, tehát boldog évet kívánunk, ezzel folytatódik aztán a műsor. Ez a kettő valahogy közel áll hozzánk, bár tényleg nehéz választani, mert itt most a német, osztrák, angol, magyar karácsonydalok közül talán mindegyikünk nagyon-nagyon kedvenc. Amikor legutóbb láttalak, hallottalak felépni benneteket, akkor a közönség túlnyomó rész gyerekekből állt. Jó közönség a gyerek közönség? Vagy máshogy kell nekik játszani, vagy még igényesebbek, mint a felnőttek? Egy picit másként kell játszani nyilvánvalóan. Mi, nekünk a legkedvesebb közönségünk valójában a gyerekek. Ha belegondolok abba, hogy még a főiskolán az első hasonló összeállítás, ahol a Hammer Gábor barátunk, majd nem mondom a neveket is persze, hogy elfelejtsük, ővel együtt muzsikáltunk egy akkor még ugye kötelező kamarai órai részos könyvettel, akkor óvodába játszottunk például, egy pécsi óvodába kezdtük, oda vittünk el egy ilyen hangszerbemutatós koncertet,
ahol a gyerekek megfoghatták hangszert, bemutattuk, meséltünk róluk, megszólaltattuk. Egy-egy idézet csendült föl, például most a Kürtnél maradva a Weber bűvös vadászából a vadászkórus csendült föl, és akkor így ismerkedtettük meg a gyerekeket, ez mai napig folytatjuk különben. De itt sem csak zenéltetek különben, hanem hát mondjuk ki, kicsit bohockoltatok, és imádták a gyerekek. Tehát nagyon tetszett nekik. A vidámság az nem idegen a csapattól, aki ismeri a Daniel Schwerbrest, azt tudja, hogy tényleg az a lételemünk. Túl azon, hogy mondjuk komoly zenei egyekörekről indultunk el, hiszen idén volt pont 20 éves a csapat, és a Liszt Ferenc zeneművészeti főiskola hallgatóival alakult. Mai napig nagyon sokszor játszunk komoly zenét, sokszor komolytalan komoly zenét, mondhatjuk aztán, hogy operát, opera. Például a Carmen show, amit játszunk nagyon sokat, de a Rossini Figaro belépőjétől kezdve, ahol mondjuk még ha a közönséget be tudjuk vonni a buliba, akkor meg is borotválkozik valaki közbe. Egészen a Michael Jackson Thriller Show-ig most újabban a Billie Jean-től kezdve sok minden olyan szerepel a repertoárban, mozgással, de ugyanúgy játék mellett, tehát hangszeres játék mellett szerepelnek parodikus átiratok. Az imént szóba hoztuk a gyerekeket, mint közönséget, de neked három is van otthon. Igen, de a ti hétköznapi életetekbe, illetve az ünnepeitekbe mennyire szövődött bele a muzsika? Tehát például karácsonykor ti milyen zenét hallgattok? Hát karácsonykor természetesen a közös karácsonyfa díszítéskor részfúvós kamarazene szól természetesen, de nem csak az, nyilván komoly gyűjteménye van nekem is csak karácsonyi lemezekből, ahol megszólalnak a részfúvósok is, de a legszebb és legjobb előadóktól John Sutherlandtől egészen Robert Alanyáig a standard korábbi dalok is szólnak akkor, amikor mindenki közösen felteszi a saját Daniel díszét. Daniel szól? Igen, természetesen. Felteszi a saját karácsonyfa díszét a fára. A kicsik azok még mondjuk, akik nem érik fel létráról, vagy sámbérról, de a nagyok azok már mondjuk én már. Pont ugyanerre szeretnénk most mi megkérni téged, hogy helyezd el ezt a magaddal hozó díszt. Ez sajnos, mivel lebetegedtek a gyerekeim a mai napon, és nem tudtak eljönni a stúdióba a beszélgetéshez, hát otthon maradt. Legyen ez most ez a kis meglepetés, ez a karácsonyi zene, amit most itt a stúdióban felvettünk. Igen, de azért nem maradunk díszek nélkül, tehát ha mindenképpen szeretnél a karácsonyfára díszt tenni, kedves kis segítőink, a Pécsi Gyermekotthon növendékei már készítik a díszeket. Én szerintem megkérem egyik kollégámat, hogy ugyan adjon már nekem egyet, egy kész díszből. Köszönjük szépen. A Bucsor természetesen folytatódik, és hamarosan itt lesz velünk Iványi Dalma, magyar kosárlabda élő legendája. Megmutatjuk majd, hogy hogyan karácsonyoznak az elítéltek a börtönben, és egy karácsonyi menü elkészültét is figyelemmel kísérhetjük majd. És ne felejtjék, itt lesz velünk Demjér Rózsi is. Tartsanak továbbra is velünk. Az Ecsep karácsony vendége a magyar kosárlabda legendás játékosa, a sokszoros bajnok és kupagyőztes pécsi női kosárlabda csapat irányítója, a Baranya megyei Prímadíja sportoló Iványi Dalma. Szervusz, köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzánk. Sziasztok, nagyon szívesen. Ez egy ünnepi műsor,
de hát neked az ünnep, az ünneplés nem lehet idegen. Sportolóként sokszor ünnepelhettél már győzelmet. Ünnepeltek a szurkolók, ünnepeltek csapattársaid. Azért mi ez mégiscsak más a karácsony, másról szól. Miről szól nálad? Másról szól, itt elsősorban arról szól, hogy végre együtt lehetek a családdal, a szeretteimmel. Ugye nekünk azért szezon közben nagyon kevés időnk van arra, hogy találkozzunk velük. És hál' Istennek a karácsony az egy ilyen szent dolog a kosárlabda, tehát életben is. És tényleg ilyenkor minimum egy 3-4 napot kapunk szabadságot. Az elmúlt pár évben ez jobban alakult, mert igazából egy ilyen majdnem bő 2 hetes szünetünk van. Úgyhogy ilyenkor családlátogatás és tehát egy ilyen otthoni, nagyon kellemes légkörbe telnek az ünnepek. De egy sportolónak az ünnepekkor is vigyázni kell a kondíciójára, főleg, hogyha nincs edzés. Hogy van részed a nagy karácsonyi dínomdánomból? Hál' Istennek nekem nagyon jó genetikai adottságaim vannak, szüleimtől örököltem. Azt lehet mondani, hogy bármennyi tehetek, és nem látszódik meg rajtam, és ezt tehát tényleg azt mondom, hogy nagyon nagy szerencse, mert nálunk az asztal ilyenkor telve van mindenféle finomsággal, és majdhogy nem azt lehet mondani, hogy 3 napon keresztül más se csinálunk, csak tehát vagy az asztal mellett ülünk, tehát vagy a nappaliba is beszélgetünk, tévét nézünk, úgyhogy ilyenkor azért 1-2-3 kiló biztos, hogy rám jön, de rögtön az első edzésen le is adom. Az év 365 napból áll, és csak 2 nap karácsony, amikor gyakorlatilag ez az a 2 nap, amikor nem találkozol a csapattal. Ilyenkor nincsenek elvonási tüneteitek? Nem mennek körbe az SMS-ek, hogy boldog karácsonyt, hiányoztok? Én azt gondolom, hogy az SMS-eket el szoktuk küldeni karácsonykor is, új évkor is, de én azt gondolom, hogy ennyi pihenő kell azért. Nem csak a kosárlabda életből, hanem úgy egymásból is. És tényleg utána, amikor megkezdődik az új év, akkor tényleg egy ilyen nagy rácsodálkozással és örömmel találkozunk megint, és kezdünk neki a kemény munkának. Volt néhány év az életedben, amikor Miami-ba jártál egyetemre. Ott milyen karácsonyaid voltak? Tehát próbáltad felvenni az ottani hagyományokat, vagy épp fordítva azokon a napokon a magyarságodat megőrizni? Megtartottuk a saját hagyományainkat, nem tudtunk hazajönni egyetlen egyszer se, tehát én ott 4 karácsonyt külföldön töltöttem. Az volt a szerencse, hogy az összes többi európai játékos is kimaradt, tehát voltunk 5-6-an, volt szlovák lány, svéd lány, bolgár lány, spanyolok, és egy ilyen kis közös kis karácsonyi ünnepséget öltünk meg. Ami nagyon furcsa volt az, hogy ugye mindegyikünknek hiányzott a hideg és a hó, tehát olyan furcsa volt, hogy úgymond majd, hogy nem bikinibe lehetett a karácsonyt ünnepelni, és egy kicsit próbáltuk megmutatni egymás között a saját hagyományainkat. Mindenki elkészített egy-egy hagyományos ételt, elmeséltük, hogy hol, tehát hogyan zajlanak a karácsonyok a különböző országokban, és ez számomra nagyon érdekes volt, és rengeteg újdonságot tanulhattam. Kétfajta család van itt karácsony megközelítésből, amennyire én láttam. Az egyik az otthon üldögél a saját családi körben, és maximum tűri, hogy hozzá becsöngessenek a rokonok, ismerősök. És van a másik típus, aki ilyenkor teletankolja az autót, és egyik rokontól, ismerőstől a másikig. Ti melyikhez tartoztok? Hú, hát ilyen vegyesen ötvözzük a kettőt. Most nekem egy ilyen speciális szituáció adódott, mert Bulgáriából származik a barátom. Úgyhogy mi most elindulunk Pécsről, hazafele menet, Mezőberénybe, tehát élnek a szüleim, megállunk Szegeden, keresztanyukámnál, ott van egy ilyen előkarácsonyi ebéd, aztán otthon a Szenteste, meg egy pár napot Mezőberénybe töltünk, és utána pedig fölpakoljuk az autót, csomagostól, kiskutyusostól együtt, és megyünk Bulgáriába, és ott is körbejárjuk barátom családját, úgyhogy pihenés, de ugyanakkor azért egy kicsit ilyen erőltetett menet is a karácsony most az idén számomra. Az év más időszakaiban is megszoktuk, mondhatnám azt is, hogy arról is híres vagy, hogy nagyon szeretsz ajándékot adni, főleg gyerekeknek. Most is ajándékkal érkeztél. Miket hoztál a gyerekotthonos gyermekeknek? Én úgy gondoltam, hogy igazából a gyerekeknek nagyon-nagyon szép ajándék lehet egy-egy ilyen mérkőzésen használt nadrág, vagy bemelegítő póló, úgyhogy én ezeket gyűjtöttem, tehát össze ugye otthon rengeteg ilyen van nekem talomba, és én azt gondoltam, hogy amiket én már nem tudok használni, azoknak ezek a gyerekek biztos nagyon örülnek. És tényleg vannak itt pólók, vannak itt nadrágok, mindenféle így meg tudom mutatni, tehát ezek tényleg mérkőzésen használt bemelegítő pólók, úgyhogy remélem, hogy majd nagyon fognak neki örülni, és tehát nagyon tudják használni majd ők is. Hát köszönjük szépen az ajándékot, és egy karácsonyfadíszt is hoztál magaddal természetesen, úgyhogy megkérünk, hogy helyezd el a mi karácsonyfákon, legyen még szebb. Decemberben kinyílnak az adventi naptár ablakai.
Fellobban a gyertyalág a koszorún, és sokan várnak türelmetlenül egy különleges estét. Sokan, de nem mindenki. Vannak ugyanis, akiknek a családi vacsora és a közös gyertyagyújtás helyett csak egy szűk szoba és néhány sorstárs társasága jut. A Pécs TV stábja szenteste előtt ellátogatott a Pécsi Büntetés Végrehajtási Intézetbe. Most, amikor kerültél ide be Pécsre a fiatal kerületbe, és mi miatt? Lopás miatt, előző ítéletemet kezdtem el itt ülni. Tehát, és nem ide kerültem először januárban, Szénópesenyőre kerültem, úgy szállítottak át ide márciusban, 22-én. Milyen itt bent az élet, ha le kéne írnod? De a négy falon kívül milyen a társaság, hogy telnek a napjaitok? Napjaim azok jól telnek, úgy mondom, hogy eléggé jól eltelnek a napok. Börtönhez viszonyítva, sajnos bejártam már az egész börtön, de ez a legjobb. Tehát minden téren. Mit tudsz csinálni itt nap, mint nap? Mondjuk olvasol, vagy el tudod magad valamivel foglalni? Hát olvasni, pingpongozni, kártyázni, beszélgetni. Mi a legnehezebb itt bent? Hát szerintem az, hogyha nem értesülünk mondjuk naponta az otthonról, családról, vagy ilyesmi, az elég rossz szokott lenni. Mióta vagy itt a fiatalkorúaknál, és miért kerültél ide? Én rablásra kerültem be, az 2007. november óta vagyok itt. Milyen a hely? Hogyan lehet megszokni itt a mindennapokat? Mi a jó benne, mi a rossz? Hát a rossz az benne, hogy nem tudok minden nap a családommal lenni, aztán havonta egyszer találkozunk. A jó meg annyi benne a jó, hogyha valami műsor megy a tévében, valami olyan műsor, amit szeretünk nézni, vagy jönnek a levelek, csomagok, beszélők, ezek a jó dolgok. Mikor találkozol a családoddal? Milyen sűrűn találkozol a családoddal? Hát, mikor még itt voltam 2007-ben, akkor minden havonta kétszer, és egyszer kiengedte 2008-ben engem, a 3 hónap felkészítő, de abból lett 9 hónap. Ezt 2009-ben visszahoztak ide, azóta havonta egyszer, hogyha látom őket. Közelednek az ünnepek. Igen. Ez nehezebb egy picit mindig, amikor az ember fogva tartott? Hát igen, igen. Olyankor eszébe jut az embernek, most nem csak nekem, hanem többinek is, hogy azért ünnep. Rossz voltam ugye tavalyi karácsonyom. Az szilveszterem is rossz volt. Mire számítasz idén? Mit lehet itt bent csinálni szerinted? Hát én úgy tudom, hogy itt lesznek akkor is foglalkozások, tovább lesz a nyitás. Hát. Úgy, ahogy most próbáljuk el foglalni magunkat egy kártyával, pingponggal, vagy sakkozni, vagy valami ilyesmi, akkor avval... Jó, minden nap az se, és én minden nap az se szoktam, mert egy idő után már unalmas, de már valamivel el kell foglalni magát. Közeledik a karácsony. Mennyire nehéz ilyenkor, hogy nem lehetsz a családoddal? Na most valamilyen szinten már elfogadtam, mert hát most ez lesz már a harmadik, egyben az utolsó, és most valamilyen szinten elfogadtam, de ha nem az utolsó lenne, akkor szar lenne, mert mivel a család is azért otthon van, és hát azért jobban szeretnék otthon lenni, mint itt. Itt van egyébként valamilyen karácsonyi hangulat, mennyiben változnak az emberek? Körlettársaim között, amikor jónak látom, akkor engedélyezem azt, hogy most úgy értve engedem nekik, hogy bulizzanak, de nagyon amikor én nekem rossz kedvem van, akkor nem engedem, akkor rájuk szólok, hogy egy kicsit hangos, halkabban fiúk. Most nagyon nem szoktunk egymás között lenni karácsonyon, fölköszöntjük egymást, mintha otthon lennénk. Boldog karácsony, boldog új évet, ezt ennyi. Mert itt az emberek jönnek, mennek most itt, aki tölti a 21-et, tölti a 22-t, az már mind megy át nagykorúba. Most nem vagyunk sokáig együtt. Közben itt a kézműves asztalnál már javában készülnek a karácsonyfa díszek, szorgos kezek munkájaként sok-sok csodát, gyönyörűséget látok már itt. Angyalkákat,
boszorkányokat is, de például egy hóember elemeit. Jól látom, hogy hóembert készítesz? Igen. És most éppen mit csinálsz? Összeragasztom a testeket. Ezt előre megálmodtad, hogy milyen lesz ez a hóember? Nem. Nem? Ez így menet közben alakul ki a koncepció? Igen, valahogy. Szerinted elengedhetetlen kellék a karácsonyi ünnepekhez egy hóember? Vagyis te fehér karácsonyt vársz? Igen. Uh-huh. És még mi fog készülni ezzel a hóemberrel? Lesz neki orra? Kalapja, orra, arc. Aha. Na, akkor lássuk, hogy a többieknél mi készül. Fiatal ember ott az asztal sarkán. Neked mi? Milyen díszet készül? Angyalka. Aha. Miért pont ezt választottad? Hát sok-sok angyalkát szeretnél a körünkbe látni. A mi fánk az gyönyörű lesz, hogyha elnézünk oda a sarokba, már sok dísz rákerült, még a tiétek is rá fog kerülni. Milyen lesz a gyermek otthonban a karácsonyfa? Lehet már tudni? Mi? Milyennek álmodjátok meg? Hát ilyen díszeket, saját kezünkkel készített díszeket a gyerekekkel közösen. Szép nagy, az ebédlő a társalgóba. És amit készítünk, azt szépen felrakjuk, és megünnepeljük mi is szép csendesen a szentestét, a karácsonyt. Hát akkor köszönöm szépen, és további szorgos munkát kívánok nektek. Lehet magas vagy alacsony, karcsú vagy tömzsi. Mivel házunk vendége, a mi feladatunk, hogy a legmegfelelőbb ruhát adjuk rá. A karácsonyfa nagy utat tett meg, mióta egy német kisvárosban először díszítette gyümölcs és kukorica füzér. Ma már bármiből készülhetnek díszek, a cél csupán az, hogy hűen teljesítsék évi néhány hetes szolgálatukat, és emeljék az ünnepfényét. Mi a jellemző? Milyen típusú díszítés, milyen színek jellemzőek általában így karácsony környékén? Hát idén most három irányba futott ez az egész díszítés. Van egyszer a hagyományos, amit ugye saját kezűleg készítünk, például a mézes karácsot, vagy a szalma alapú díszek, amiket nagyon-nagyon szeretnek. Ez a természetességet, a natur fenyő jellegét adja meg. Akkor vannak a színes, minél színesebb, minél szivárvány szívűen pompázók. Általában itt a régi nagymamás karácsonyfa díszek kerülnek elő. Ezeket a nagy családosok nagyon-nagyon szeretik, és vannak a gömbök, amik vagy egy színű fenyőt, például az arany, vagy az ezüst, ami most nagyon-nagyon divatos, illetve a két szín, amikor az ezüst meg a kék, illetve a bordó, meg most a fekete karácsonyfa dísz is már divatba jött. Megvan az első lépés, fönn van az izzósor, most mivel kell kezdeni? Hát akkor most kezdjük a gömbökkel. Ezek a jellemzőek egyébként, hogy színes gömböket raknak fel, vagy vannak már újabb díszek? A gömbökről azt kell tudni, hogy régen ugye üvegből készült, és ugye, hogyha leejtettük, akkor széttört, de most már műanyagból készülnek, úgyhogy ha le is esik, tömít valószínűleg nem fog összetörni. És a gömbök azok, amik mindenképp kellenek szerintem egy fán, ha bár most már nagyon-nagyon sok olyan variáció van, amikor nem gömbökkel díszítük a fákat, hanem ilyen ágakkal, fagyöngyel, vagy csillogó flitterrel. Na, ezt mondtam. Igen. Ez már műanyag. Igen, szerencsére nem tört össze. Így igaz. Az még jó a műfenyőben, hogy ugye az akkor szép egy díszítés, hogyha a gömbök így lógnak, és ugye a műfenyőnek az ágait, hogyha esetleg például most ide raktam, akkor el lehet igazgatni, és akkor a gömbök nagyon-nagyon szépen le tudnak lógni. Készen vagyunk a gömbökkel. Mivel kell még kiegészíteni, hogy ne legyen ilyen hiányos, mondhatjuk, a díszítés? Így igaz. Hát a gömbök után régen ugye a szaloncukrok következtek. Amiket... Ez mennyire jellemző? Szaloncukrok? Hát én azt mondom, hogy most már elég, hogyha egy tálkába kiborítunk szaloncukrot és a fa alá rakjuk, mert onnan akkor el lehet szemezgetni. És akkor, amikor az ember levente régen a fáról, akkor ugye ott maradt az üres papír. És ez most már valahogy, megvan egy jellege, egy hagyomány jellege, de ez most már valahogy nem szép, hogyha mondjuk a fenyőt, ugye, mert ezt hagyjuk vízkeresztig
feldíszítve, nem úgy, mint a régit, ami ugye már hullatja a levelét. Úgyhogy én azt mondom, hogy most már egy tálkával kiszorva szoroncukat a falra rakni, és onnan szemezgetni, ma nem annyira jellemző, hogy a fára rakják. Most már a szallagok azok, a masnik azok, amik feldobják ugyanúgy, illetve amiről beszéltem, a csillogó ágak, csillogó, villogó, flitteres ágak. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez a bordóhoz én raknák ilyen piros csillogó ágakat is. Ebbe kérem a segítségedet, ezt te is meg tudod csinálni. Mondjuk itt a szalag felhelyezésén is többfajta technikát szoktak alkalmazni, van, aki ilyen spirálisan, körkörösen szereti, és van, aki viszont így hosszában. Viszont egy dolgot még elfejtettünk. Hát a csúcsdísz. Csúcsdísz. Jó. Az a megkoronázás. Ugye, ha kisgyerek van a családban, akkor egyértelmű, hogy ő rakja fel a tetejére. Viszont a csúcsdísz is egyre jobban megy ki a divatból. Én nagyon-nagyon szerettem régen, és nekem még mindig az van otthon. Viszont most már helyettesíthetjük esetleg, mert nagyon sok ilyen karácsonyi csomagban nincs benne a csúcsdísz, hanem vagy csillagot, vagy valamilyen bogyós ágat szoktak a tetejére rakni. Mindenképp azért a fa tetején legyen valami. Ez a megkoronázása magának a karácsonyfának. Keressünk egyet. Találtam egy ilyen hagyományosat, maradjunk, akkor szerintem ennél rakjuk ezt fel a fa tetejére. Koronázzuk meg. Jó, nagyjából megtartja. Igen, valahogy már egy picit furcsa ezekhez a modernebb díszekhez ez a csúcsdísz. Mindegy, a régi időket idéztük. Ilyen is lehet egy mai karácsonyfa, de vajon milyenek voltak a régi idők ünnepi kellékei? Vendégünk Gál Éva főmúzeológus, a Várostörténeti Múzeum vezetője, szeretettel köszöntöm. Vannak erről történelmi dokumentumok? Maradtak fönt tárgyak, fotók, ami alapján rekonstruálhatjuk, hogy milyen volt régen egy pécsi karácsony? Hát természetesen vannak olyan régi tárgyak és olyan képek, leírások, naplófeljegyzések is, amelyek mesélnek arról, hogy milyenek lehettek Pécset, illetve hát hazánkban a egykori karácsonyok. Így többek között régi képeslapokat is őrzünk, amelyek felidézik a régen is szokásos képeslapküldés, üdvözlet, jó kívánságok küldésének szokását. A korai képeslapok, amelyek hangulatos karácsonyi jeleneteket mutatnak, a századforduló időszakáról származnak. Fennmaradt egy olyan, nem túl sok számú fotográfiánk van, amely az egykori pécsi családokból mutatja azt, hogy milyen is lehetett például egy feldíszített fenyőfa, milyenek voltak a régi ajándékok, de van egy nagyon érdekes fotográfiánk és egy nagyon értékes fotográfiánk, amelyet a neves pécsi fotográfus Zselezny Károly készített 1914-ben, és egy polgárcsalád karácsonyát mutatja, ábrázolja. De Tibi kezében itt is vannak, igen, itt vannak ezek a fotók, most már ideje lenne megmutatni a kamerának. Hogy... Mutogatom folyamatosan, csak olyan nehezen válok meg magam is tőlük, mert rendkívül érdekesek. Itt például a kezemben tartok egyet, ami szemlátomást eredetileg fekete-fehér felvétel volt, utólag színezték be, de jó lenne tudni, hogy mikor készül, de biztos rajta van, hogy ön meg tudja mondani, először önnek mutatom. 1900-as évek. Tehát a század elején, igen. Ez egy aránylag gazdagon illusztrált kutatási terület? Hogy hogyan teltek itt Pécsett a karácsonyok, akár ilyen képeslapok, akár fényképfelvételek útján, módján? Hogyha képillusztrációkra gondolunk, és kifejezetten pécsi karácsonyokra, akkor én azt gondolom, hogy nem annyira gazdagon illusztrált, és hogyha ez így szóba került, akkor elmondom azt is, hogy nagyon jó lenne, hogyha azok a családok, akik még őriznek ilyen régi fotográfiákat a saját hát családi fotóalbumokban, hogyha esetleg a múzeumnak
szentelnének néhány ilyen fotográfiát, vagy akár másolatot készíthessünk, akkor az nagyon-nagyon érdekes lenne, és bővítené a gyűjteményünket, igen, és hát másnak is meg tudnánk mutatni ezeket. Ha le tudnak mondani róla, mert azért itt az imént mutattam egy fényképfelvételt, ami valószínűleg tipikusan a frontról hazaküldött levelezőlap lehetett, hiszen egy édesanyja kislányával van az egyik felén, a másik felén pedig bizony egy katona ruhába öltözött Schneidig fiatalember, hát hogyha az én nagyapám lenne, nem biztos, hogy kiadnám a kezemből. Amúgy mennyire jellemző a pécsiekre, hogy felkeresik önöket ilyen felvételekkel, ilyen relikviákkal? Sok adományt kapunk. Nem mondom azt, hogy ezek mind pont a karácsonyról szólnak természetesen, hanem a legkülönbözőbb témákat, mondjuk így az életmód legkülönbözőbb területeit érintően kapunk adományokat, és ezek között sok érdekesség is van. Ezeken a fotókon egyébként, mert nem olyan nagyon közeliek, részletesek, nem nagyon látszik, hogy milyenek lehettek a régi karácsonyfadíszek. Esetleg maradt fent régi karácsonyfadísz? Hogy kell elképzelnünk, milyen? Nyilván természetes anyagokat használtak abban az időben, az volt a jellemző, ugye? Hát igen, így van. A korai fenyőfadíszítési módok közül a legfontosabb az, hogy gyümölcsök, sütemények, édességek, és természetesen a gyertya, ugye a fény nagyon fontos jelkép, kerültek a karácsonyfára, illetve papírból készített különböző díszek, ezek lehettek akár virágok, akár girlandok, füzérek is. Ez a kis feldíszített fenyőág, amit magával hozott, esetleg példázza ezeket a dolgokat? Ezen ilyen díszek szerepelnek? Részben példázza, azért válogattam ezeket a díszeket, mert az egyes korszakoknak a díszítési szokásaihoz egy kis bemutatót gondoltam most ide elhozni a stúdióba. Amit kiemelnék ezek közül, például az 1920 és 40 között gyakori volt a kis házikó dísz, ház vagy pedig templomot formázó, és csillámporos masszával, ilyen havassá varázsolt, egyszerű épületecske. Ezt amúgy papírból hajtogatták? Így van, igen. Vagy például a otthon készített csillag, ami ilyen tüskés hatású, könnyen elkészíthetőek voltak szegényebb világban, háborús időszakban, otthon készült, az összegyűjtött, elrakott taniolpapírt is felhasználva, sok minden, többek között az ilyen érdekes és mégis látványos díszek. Az 1870-es évektől volt a fenyőfadíszítésnek egy olyan, tehát egy olyan korszaka kezdődött, amikor igazából fényessé, csillogóvá váltak a díszek. Ekkor jelentek meg azok az üvegdíszek, amelyeket már foncsoroztak, tehát nagyon szép tükröző felületet kaptak, illetve a papírdíszeken pedig megjelentek a csillámporok, fém reszelékből, rézleszelék, ezüst reszelékből, vagy pedig üvegcsillámmal bevont például papírdíszek, amik közül itt kettőt is lehet látni, egy csillagformájút és egy holdacska formájút, amelyeken persze az angyalka is ott szerepel, hiszen nagyon fontos jelképes, szimbolikus értelmű. Hát ezek után én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy milyen díszt hozott a mi karácsonyfánkra, mivel díszíti a mi fenyőnket. Egy olyan díszt hoztam, amelyről még eddig nem beszéltem, a szaloncukrot. Ugyanis én úgy gondolom, hogy nagyon méltó dolog, hogyha egy szaloncukrot emeljük ki és helyezzük az itteni fára, hiszen a szaloncukor egy igazi hungarikum. Mi magyarok büszkék lehetünk rá. Az 1890-es évek közepén a szakemberek szerint akkor készítették az első szaloncukrokat a neves Gundel cukrász műhelyben, és azóta is Magyarországon, illetve a környező országok magyar lakta területein terjedt leginkább el. De akkor kérjük, hogy helyezze el a ünnepi fenyőre ezt a szép díszt, oda valahova az angyalkák környékére, és boldog karácsonyt kívánunk!
Köszönjük szépen még egyszer, hogy itt volt. Kedves nézőink, önök pedig hallhatták a felhívást, hogyha bárkinek a birtokában vannak ilyen gyönyörű szép fényképek karácsonyokról, régi karácsonyokról, vagy képes levelezőlapok szintén karácsonyi hangulatúak, vagy bármilyen hangulatúak, hiszen ez most egy karácsonyi műsor, de hát a Város Történeti Múzeum mindenféle relikviának örül, és meg tud tőle szabadulni, meg tud tőle válni, akkor vigye be a Város Történeti Múzeumba. Hadd gyönyörködhessünk mindannyian benne, ahogy a karácsonyfa díszekben is. Igen ám, de a karácsony nem csak a csillogó díszek, hanem a varázslatos történetek ünnepe is. Következzen most egy mese és egy kedves nagymama, egykori óvónő Borbás Mihályné, aki egy fenyőfáról mond el egy történetet. Utána pedig egy kis szünetet tartunk, maradjanak velünk, pár perc és az egy csepp karácsony már is folytatódik. Nem sokára karácsony lesz, ezüst hóhul már a fákra, szélborzolta erdő szélén didereg a fenyőfácska. Arra gondolt, ha jönnének, és elvinnék karácsonyra, szép szobába, jó melegbe állhatna, mint karácsonyfa. Egy kis nyuszi így mesélte fenyőfának még a nyáron, s alig várta, hogy hóhulljon, és eljöjjön a karácsony. Egy szép, havas téli reggel teljesült is régi álma. Kivágták, és ráfektették, őzek húzta kicsi szánra. Sok más fenyőtestvérével áldogált egy kicsi téren, s arra várt, hogy kiválasszák. Őt válasszák mindenképpen. Egy mamácska meg is vette, hazavitte, nézegette, az erkére állította. Búsult is a fenyőfácska, nem lesz mégsem karácsonyfa. Aztán mégis elővették, díszítették napról napra, szaloncukor, csillagszórót aggattak a kicsi gajra. Került rá sok színes gyertya, aranydió, papírangyal, ő hívta a gyerekeket csengő hangú kis haranggal. Lobogtak a kicsi gyertyák, csillagszórók gyúltak sorra, s így lett a kis fenyőfából örömhozó karácsonyfa. Nagyanyóka elénekelte a gyerekeknek, hogy hogy is került ide ez a szép kis fa. Kis fenyő az erdőben élt odakün, dér ezüstje csillanna sok kicsitűn, jégcsapokat ringat a szélben az ág, ugye jó itt nálunk, te szép kicsi fánk. És a gyerekek boldogan körülállták, és ünnepelték a karácsonyt. Jó estét kívánunk! Szent este van, folytatódik az egy csepp karácsony. Stúdiónkban nem sokára vendégül látunk egy görög katolikus lelkészt, egy országszerte híres modellt, és érkezik hozzánk a legendás Demjén Ferenc. Azt is megnézzük, hogy milyen egy igazán modern ünnepi menü, illetve azt, hogyan ünnepli a karácsonyt a Pest TV fogadott gyermeke. És természetesen a díszek is lázasan készülnek a stúdióban. Tartsanak velünk! Vigyétek el zengerek, dicsőség az Isten.
Istennek. Született Emmanuel, kit hirdetett Gábriel, bizonyít Ezekiel, és proféta Dániel. Vendégünk az együttes vezetője, Lakner Tamás, sok szeretettel köszöntelek a stúdióban. Nem ez az első dal, amit hallottunk tőletek a műsorban, és mindegyik igazi kuriózum. Én bevallom, hogy most hallottam őket először, amikor felvettük ezeket a Művészetek Házában. Ami most volt előttünk, ez egy egyházi népének, amit ti dolgoztatok fel. Ennek mi a története? Meg az a története, hogy még rendszerváltás előtt óriási élményben ott részünk, mert hihetetlen módon bekerülhettünk a bazilikába, és a szélkiáltó karácsonyi koncertet adhatott. Ez köszönhető volt Bíró Lászlónak, aki akkor volt a püspöki titkár, és hát ezt egyszerűen annyira vártuk ezt az alkalmat, és erre készítettünk sokféle, ugye versmegzenésítéseket nyilván, de gondoltuk, hogy a hely szelleméhez egyházi népének is hozzátartoznak, és akkor született ez a feldolgozás tulajdonképpen. Tamás, amióta ezt csináljátok 36. éve idén, ugye 2010-ben, azóta változott a felétek irányuló elvárás mondjuk a gyerekek részéről, vagy azért a gyerekek, mint egy örök kategória, nagyjából mindig ugyanarra fogékonyak? Ne, hát gyerekek nem változnak, hál' Isten. Tehát ők még a maguk természetességében vannak ott a műsorokon, és ugyanazt várják el, mint 15-20-30 évvel ezelőtt a gyerekek. És hát nagyon sok számtalan karácsonyi műsort adtunk adventben, és ehhez kapcsolódik egy nagyon kedves történet, hogy ezt elmondhatom, hogy nem tudom mikor történt, évekkel ezelőtt, a műsor arról szól, hogy mi mint pásztorok jövünk be, és megyünk Betlehembe, és mindenféle ajándékot viszünk a kis Jézusnak, és majd a gyerekek kiválasztják az elnökök közül, hogy melyik legyen az, hogy mindegyik egy dal is társul. És a vége a műsornak az, hogy akkor na, kézen fogunk egy-két gyereket, és megyünk Betlehembe. Na most hát egyik alkalommal ugyancsak ez megtörténik, megyünk ki, és kimegyünk ugye a színpadról, tapsolnak, stb. Elmentünk Betlehembe. Ugye adjátok vissza az ajándékokat a gyerekek. És erre egy kislány elkezdett sírni. Hát miért adja vissza? Mi azt ígértük neki, hogy Betlehembe megyünk, és most mégsem megyünk Betlehembe. Hát ezt nevezik katarzisnak. Így van, pontosan. Ez volt a fantasztikus, hogy ő ez annyira átélte, igen, annyira hihetőnek tűnt a dolog, hogy egyszerűen fájdalmat okozott neki, hogy csalódást okozott neki, hogy végül is hát nem mentünk el Betlehembe. Mondta neki, hát dehogy nem, hát gondold el, képzeld el, hogy te eljössz Betlehembe. Te az ország másik szegletében és falun születtél. Mennyire fontosak neked a karácsonyi hagyományok, a gyerekkori emlékek? Próbálod visszacsempészni a mostani karácsonyaidban? Hát nagyon-nagyon fontosak. Éppen most idejövet gondolkodtam ezen, hogy például az nekem óriási élmény volt, amikor a nagyapámmal szent este napjának reggelén elmentük az erdőbe kivágni a karácsonyfát, ugye, hogy minél frissebb legyen, ő ezt előre már kinézte. És amikor jöttünk vissza, akkor persze a szőlőhegy út beesett, és ugye hát oda be kellett menni, és akkor ott ő nekem mindig borbasült húst készített. És ez az illat, ez mindig ott van. Borban sült hús. Tehát borban sültötték. Uh-huh. Tehát ugye mindig a disznőlés az megvolt ugye a karácsony előtt, és akkor friss húsból még felhozta, és akkor a borba sütötte ki a húst, és az egy különleges dolog volt. Meg hát nyilvánvaló
a falusi karácsonynak a sajátossága, hát először is ugye, hogy a betlehemesek jöttek, azt mindig vártuk, hogy anyukám ott énektanár volt a faluban, és hát ő mindig fölkészítette ezeket a betlehemeseket, és mindig vártuk, hogy na most akkor hogy adják elő, és jöttek, hogy jönnek a tanárnénihez, és akkor ott őnek azt jól kell produkálni, mert a tanárnéni tanította be nekik a betlehemest. Ezt is nagyon vártuk, meg hát zenéltünk, a húgom a zongorázott, én hegedültem, szóval ez egy ilyen hagyomány volt, és hát éppen a Szélkiáltónak van egy olyan feladat, amit most nem vettünk ugyan föl, de van a Karácsony, Addig Karácsony című verse, és annak az első verszak az mindig, amikor énekeljük, akkor rögtön ezek a falusi karácsonyok jutnak eszembe, amely így hangzik, hogy harangcsendül, énekzendül, messze zsonga, hála ének, az én kedves kis falumban karácsonykor magába száll minden lélek. Igen, ezt a műsort azzal kezdtük, hogy karácsonyi reggel, ha valóra válna, igazi boldogság szállna a világra. Így van. A te gyerekeid már nagyok, de vajon lesznek-e olyan hagyományok, amikre majd ők is így nosztalgiázva emlékeznek, hogyha idősebbek lesznek? Hát vannak hagyományok. Hát először is ők is mindig zenéltek. Most már idősebb korban már kevésbé fordul elő, de ugye kisek voltak, akkor ők is mindig ugyanúgy, ahogy én gyerekkoromban várva a ajándékozást, ugye akkor előre fölkészülve, hogy mit zenéljünk, azt nagyon-nagyon vártuk már, és hát ők is ugyanezt csinálják, és hát vannak olyan zenék, amiket mindig karácsonykor hallgatunk. Például nekem ugye az egyik ilyen kedvenc, gyerekeknek is kedvence volt akkoriban a Kalákának a Szabad-e bejönni Betlehemmel című lemeze. Most volt egy időszak, amikor a gyerekeim, amikor már olyan kamaszok lettek, akkor ez ugye a snasz volt, hogy hát az olyan kis gyerekes karácsonyi dolog van, és ők ezt nem, már megint apa, most ezt teszed föl, gyerekek, hát ez hozzátartozik a dologhoz. És most, hogy már idősebbek lettek, elválják. Hogy ugye azt te beteszed is, akkor azt hallgassuk vissza. Hát ez nagyon szép. Igen, hát vannak ilyen zenék, amik akár az illatok így hozzátartoznak a karácsonyhoz. Ugye az akkor készült ételek illata, vagy a magának a karácsonyfának az illata. Amúgy említetted ezt a borban sült húst, ennek majd el fogom kérni a receptjét, mert egyik sem idegen az ízlésem, sem a bor, sem a hús. Hoztál-e valami díszt, amit elhelyezel a mi Igen, kis fánkra? Hoztam egy díszt, de előtt hadd mondjam el, hogy nagyon én már kaptam ajándékokat előre. Például az, hogy a Bartók Béla Férfikonnak most jelent meg a múlt héten az a CD-je, ami Kodály összes férfikari művét tartalmazza, és közel 3 évig csináltuk ezt a lemezt, tehát ez egy nagyon nagy dolog. És hát, hogyha dicsekednék azzal, hogy pár nappal ezelőtt egy Artisztius díjat is kaptam, amely a magyar zene művészetnek a teljesztéseért ítélnek oda, és ez egy szép ajándék volt. Szép ajándék volt. Tedd a fa alá. Igen. És hát egy csengőt hoztam, ennek az a története, hogy pár nap ezelőtt voltam Münchenben, és egy előadást tartottam a München Egyetemen Erkel Ferencről. És az előadás többféle előadás volt, és ezzel csöngettek, mikor lejárt az idő. Tehát mondták, hogy nem lehet tovább, mint 30 percig beszélni. Na most hát ezt általában nehéz kiszámolni, de nem volt probléma, megcsengették, és akkor mindenki figyelt arra, hogy na igen, most lejárt az időm. És ezt elkértem, és most ezt, ha lehet, akkor itt fölrakom nektek a fára. Nagyon szépen köszönjük, csengjen akkor ez a csengő itt nálunk egy kicsit. A mi ünnepi műsorunkban aztán majd felcsendül ismét a ti egyik dalotok. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszönjük szépen. És miközben a dísz a helyére kerül, mi rövidesen egy gyönyörű dallal folytatjuk, természetesen a Szélkiáltó együttestől. Thank you.
szakállal, csimbókos szőnyű subával, ködébe söppett szememmel, elborzott szemöldökömmel. Járul a rögöket, kaparjuk aludt eleget, szakállát fésüljük örmünkkel, fülébe mondjuk keljen fel, fegyverét vegye vállára, szegények megváltására. Megérkezett a stúdióba Bodogán László lelkész és kedves családja. Szeretettel köszöntjük Önöket, kezét csókolom, jó estét kívánok, szervusztok gyerekek! Itt hát félig tréfásan megkérdeztem az előbb, hogy ugye náthás influenzás időszak van, hogy ez a teljes család. Na nem, minthogyha ez nem lenne elég ennyi gyermek, ugye négy gyerek, de egyben biztosak lehetünk, hogy éhezni már nem fogunk, mert kalács került az asztalra. Mi ennek a kalácsnak a története, jelentősége? Ilyenkor karácsonykor a ünnepi ételek kerülnek az asztalra nálunk is, és hát a kalács az a kenyérnek az ünnepi formája, és ez nálunk is minden évben megsütjük együtt, és ezért hoztunk kalácsot magunkkal. És ez csak a karácsonyi asztalnál lehet felvágni, megkóstolni? Hát akkor szoktuk, illetve hát húsvétkor ugyanígy, tehát ez az ünnepi étkek. A nagygyermekek mennyire segítenek ezekben az előkészületekben? Tehát például ez a kalács, ez közös? Ez pont nem, de például a mézes kalácsokat, meg az ilyesmiket, amiben tudunk, azt szívesen segítünk. Nyugodtan sétálhatsz, parancsolj, nézz körül, mondom itt a legkisebbnek. Aki már a körtét itt megkóstolta, de nem baj, mert hoztatok helyette kalácsot, semmi probléma nincs. Egy picit fordítsuk komolyabbra, ha kérhetem. És helyezzük ezt az egész karácsonyi témát vallástörténeti megközelítésbe. Ugye a kis Jézus megszületését ünnepeljük a keresztény világban szerteszét. De mióta ünnepeljük? Nyilván nem a kis Jézus megszületése óta. Mióta vált ez a karácsony megünneplése elterjedté? Gyakorlatilag már a harmadik századtól egész írásos nyomai vannak annak, hogy a karácsonyt ünneplik, és ráadásul december 25-én ünneplik. Aranyszájú Szent Jánosnak van karácsonyi beszéde. Nagy Szent Bazilnak van karácsonyi beszéde, tehát itt nyilván ők már a negyedik századiak, de ez azt jelenti, hogy addigra az ünnep már kialakult, liturgikus szövegek is vannak hozzá. Azt, hogy Jézus mikor született, természetesen nem tudjuk. December 25-e az egy emberi megállapodás alapján vált Jézus születésnapjává. Abban az időben, tehát a negyedik századig, tehát december 25-én a Sol Invictus, a legyőzhetetlen nap, istenségnek a tiszteletét ünnepelték az emberek, és Krisztust, mint a világ világosságát ünnepelték a keresztények, és így cserélték, pontosabban így behelyettesítették Krisztust, mint a legyőzhetetlen világosságot, és ezért ünnepli az egész keresztény világ december 25-én Jézus Krisztusnak a születését. Van nekünk egy gyönyörű görög katolikus templomunk, ilyenkor advent és karácsony idején ünnepi díszbe öltözik az is, tehát valami emlékeztet bennünket erre a legszentebb ünnepre? Igen, már kívül a templom falára is ki van téve egy molinó, Krisztus születik, dicsőítsétek,
velünk az Isten, mint egy karácsonyi köszöntés, Izaiás prófétától vesszük ezt az idézetet, tehát külsőségekben is, illetve karácsonyra a templomot is földíszítjük karácsonyfával, kis Betlehemmel, tehát azokat a szokott kellékeket mi is elhelyezzük a templomban, ami a karácsonynak a hangulatát idéz. Ebben a műsorban figyelemmel fogjuk majd kísérni egy modern karácsonyi ételsor elkészültét. A görögkeleti kultúrában mi az, ami tipikusan karácsonyi ételnek mondható? Egy kalácsot már tudjuk. Külön speciális étel nincs, ami görög katolikus, hát ami a magyar hagyományokat főzzük mi is meg. Uh-huh. Tehát a karácsony szentestén, a vigíliáján a bőti ételeket, tehát hal, nálunk a rántott sajt a kedvenc, a majonézes kukorica, tehát bőti étel ünnepi formában, másnap pedig minden család kiki, amit szeret. És már a családi hagyományoknál tartunk, hogyan zajlik a szenteste az önök családjában? Először a gyerekeket kérdezem, hogy ti mit szerettek a legjobban benne? Tehát melyik részét, melyik mozzanatát várjátok a legjobban? Ő a mézes kalácsot, az egész. Szeretem, hogy együtt van a család, és figyelünk egymásra, énekelünk. Az ajándékokat kibontjuk a fa alatt, mindenki örül, és együtt van a család. Tehát olyankor nincs az, hogy valaki elmegy, csinálja a saját külön programját, hanem együtt ünnepelünk. Kisasszony? Nekem a kedvencem a karácsonyi vacsora. Hát az az egész hangulat, ami ott van, az igazából csak így karácsonykor szokott előfordulni. Hát a másik pedig, végül is gyerekek vagyunk, az ajándékozás, az éneklés. És ne gondold, hogy a felnőtteknek nem fontos ám az ajándék, csak titkolják. És utána elmegyünk templomba, pásztorjáték és mise. Így szokott menni. Azt ugye sokszor mondják, hogy a legszebb karácsony a gyermekes családokban van. Még a szülőket kérdezem, hogy önök mit várnak leginkább a szentestén? Melyik pillanatot, amikor a gyerekek szemében mit látnak? Nekem személy szerint azért az a legjobb, amikor, mert tényleg egy szertartásnak vége, és akkor megyünk, tehát akkor van igazából együtt a család úgy, hogy most akkor csak egymással vagyunk. Talán nekem ez, amikor úgy együtt le tudunk ülni, és esetleg föl szoktam olvasni Jézus születésének a történetét, imádkozunk, és akkor úgy kezdődik a vacsora. Ez egy olyan tényleg meghitt pillanat, amit mondott is Anna, hogy hát ilyen máskor nem nagyon van, hát valóban ilyen nem nagyon van másként. Hát köszönjük szépen, hogy itt volt ez a szép család, bár egy tag már úgy tűnik, mintha Betlehembe elindult volna, de reméljük, hogy az angyalka már ott van, és a többiekkel játszik. Köszönjük szépen még egyszer. Mi is köszönjük a lehetőséget. Folytatódik a műsor, hamarosan de itt lesz. De elfelejtettük a karácsonyfadíszt, hiszen egy gyönyörű díszt hozott nekünk a fiatalember, és most elhelyezi a mi karácsonyfánkon, hogy ez legyen még szebb. Köszönjük. Nagyon szép ünnepet kívánok. Boldog karácsony. Köszönöm szépen, és mindenkinek boldog karácsony. Hamarosan itt lesz velünk a Várnagy Kinga Köles Ferenc színész házaspár, akik egy közös produkcióval készültek természetesen, ezzel kedveskednek önöknek. Bemutatjuk, ahogy már említettem, hogy hogyan készül egy modern karácsonyi menü, majd Burján István néprajz kutatóval arról is beszélgetünk majd, hogy a régi idők karácsonyi receptjei hogyan néztek ki. Tartsanak továbbra is velünk. Volt egyszer egy Mari nevű szekrény, és ebben a szekrényben egy lyukas cipőben bújdosott a bírsképű herceg. Ki szeret engem? Senki, sóhajtozott. Ki gondol rám? Senki. Ki mondja nekem, kedves, kedves, kedves? Senki. Egy nap levelet kapott. Kedves, kedves, kedves bírsképű herceg. Csak rád gondolok. Szeretlek. Tréfa, gondolta a bírsképű herceg, és még jobban sóhajtozott, és még jobban elbújt a lyukasz cipőben. De másnap megint levelet kapott. Nem tréfa. Nem, gondolta a bírsképű herceg, és ahogy ezt gondolta, már meg is kapta a harmadik levelet. De nem ám. Akkor a bírsképű herceg előjött a cipőből, hajóra szállt, és elhajózott. Bejárta az egész világot. Járt Kínában, Indiában, Párizsban, hiába. Azt, aki a levelet írta, sehol sem találta. Sehol nem találom, mondta végül. Hajóját lehorgonyozta, és mászott volna vissza a lyukasz cipőbe, de akkor megint egy levelet kapott. Itt vagyok,
Körülnézett a bírsképű herceg, és meglátta a szerelmes hercegnőt. Ült a szekrény sarkában, a kezében toll. Itt vagyok, mondta a bírsképű herceg. Végre! Mondta a szerelmes hercegnő. Épp kifogyott a levélpapírom. Hát ez egy nagyszerű improvizáció volt. Köszönjük szépen az improvizáció minden előnyét felvonultatva tegyük hozzá, és egy kis csemete aktív közreműködésével szeretettel köszönjük a stúdióban Várnagy Kingát és Kölens Ferencet. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Köszönjük. Azért ez a mese tavaly karácsonykor máshogy hangzott volna. Hát igen. Pici gyermeketek van. Én emlékszem, amikor először volt pici gyermekünk nekünk otthon, akkor azért a karácsony tájékán az a szó, hogy kisded, az valami egész más jelentés árnyalatot kapott. Ti is máshogy készültök most a karácsonyra nyilván? Hát... Mindenképpen persze. Az, ami eddig nekünk szólt gyerekként, vagy emlékekben, hogy ahogy készül a fa, vagy amit nem láttunk éppen, és akkor csak a fa került elénk, most ugyanilyen titkosan, óvatosan próbálunk készülni arra, hogy a boldizsárma, hogy veszi ezt észre. Kis fával készülünk, kis asztalon, azt jó kitámasztva, mert én is emlékszem, többször sikerült azért magamra rántani gyerekként a fát, úgyhogy óvatosságilag is készülünk, meg úgy is, hogy ő majd akkor hogy fog ezekre a nagy csillogó csillagszórókra és fényekre fölnézni. De fiatal házasok vagytok, két külön hagyományt hoztok tulajdonképpen otthonról. Biztos mindkét családban máshogy ünnepeltétek a karácsonyt, és most nektek ezt össze kell gyúrni, kialakítani egy sajátot. Milyen lesz a saját? Nem tudom, én pont ezen töprengtem pár nappal ezelőtt, hogy hogy oldjuk ezt meg. Ugye a tradíció mindig az van, hogy édesanyámékhoz megyünk estére, és akkor ott van a nagy közös vacsora, meg templom utána, és akkor így. És gondoltam, hogy most ez mi legyen, mi maradjunk most otthon, mert hogy van gyerekünk, akkor most mi süssünk, főzzünk, és legyünk hárman, vagy talán őket hívjuk meg, és akkor pont arra jutottam, hogy nem, azért idén ezt még nem rúgjuk fel a hagyományokat, hanem oda megyünk. És tulajdonképpen most így ebben nem lesz olyan hű de nagy változás, mert most mi nem fogunk úgy külön készülni, vagy készültünk, hogy külön szenteste. Hát nyilván készülünk a fával, és pici újdonság, nyilván neki is lesz ott ajándék. Hát az lesz a legizgi. Mit hoz boldizsárnak a Jézuska? Nagyon halkan, nehogy meg. Befogom a fülét. Hangszerkészletet kap, meg ilyen kockás kirakó sat is. Valami ilyesmit kértünk. Valami fejlesztő szerint. A zene amúgy ilyenkor fontos nektek? Hát, abszolút, mindig fontos abszolút, volt, hiszen a produkcióitok nagy része zene. Igen, és otthon ilyenkor szól a zene is? Igen, akkor én, hát alapvetően sok zenét hallgatunk otthon, de nekem van egy erre a célra külön karácsonyi, hát nem díszben, de hát felirattal elkészített egy ilyen Frank Sinatra album, ami azt szokott szólni, amik ez nem annyira hagyományosan magyar dolog, de annak a világa az nagyon-nagyon szépen kidekorálja nekünk a karácsonyt otthon, úgyhogy azt az albumot szoktuk hallgatni. De Bobó nagyon szereti az édesapja basszusgitárját is, és néha ezt így elkapja, az ott áll szépen a földön, és ezt már most ő is meg tudja szólaltatni. De még nem készültem a Jingle Bells-zel, tehát hogy azt még nem tudom neki eljátszani, az csak úgy ott van, ez egy ilyen. És nálatok is úgy van ez, hogy amikor megszületett a gyerek, akkor megbeszéltétek, hogy jó, eddig mindig sok mindent vettünk egymásnak karácsonyra, de most majd inkább csak a gyereknek. Nekem elég lesz egy parfüm, nekem meg egy harisnya. De nem, ahogy mondod, egyébként tényleg így van valahogy. Hát ismerjük én ezt. Elkezdtem gondolkodni, hogy akkor hogyan, és akkor azt mondta King, hogy nem, te már megkaptad azt, én megkaptam ezt, innentől befejeztük, és akkor ő jön. És akkor innentől egyszerűbb is volt, nem kell tülekedni, és akkor ez az egész mizéria is kiesik. De mindig lesz meglepetés, mert a nagyik, azok úgyis meglepetést okoznak nektek is. Megint sapka, igen. Meg az unokának is. Kinga, egy picit már szóba hoztad az ünnepi menüt. Van nálatok olyan hagyományos étel, ami minden karácsonykor asztalra kerül? Igen, Feri nem nagyon szereti ezt nálunk, de általában rántott hal szokott lenni, és ez a bizonyos majonézes krumpli saláta. Mi van még? Ennyi. Te is Feri, ilyenkor étteremben vacsorázol? Én akkor eljárok, ha úrok. Nálatok mi volt a menü? Nem tudom, nálunk is halászlé szokott lenni, meg valami rántott hússzerűség. Hát nálunk nem az. És a karácsonyfa díszítés, de ezt ne áruljátok el, hogy nálatok milyen lesz. Viszont segítsetek nekünk abba, hogy a mi karácsonyfánk még szebb legyen. Hoztatok egy díszt magatokkal, egy gyönyörűséges harangot. És akkor ezt fel is helyezem ide, jó? Köszönjük szépen. Mi köszönjük. Várjál. Ide. És boldog karácsonyt kívánunk nektek. Kellemes ünnepeket mindenkinek. Köszönjük szépen. Boldog karácsony. És akkor folytassuk természetesen ételekkel.
Az angol száz országokban pulykát, a franciáknál libamájat, Lengyelországban pedig 12 fogásos, tradicionális ünnepi menüt tálalnak karácsonykor. A magyar asztalok hagyománytisztelő ételsorában három fontos étel szerepel, a halászlé, a káposzta és a beigli. A magyaros konyha azonban korán sem csupán ezekből áll. A modern nemzetközi gasztronómia nálunk is megvetette lábát. A Bistró 48 főszakácsától most megtudhatjuk, milyen egy igazán exkluzív karácsonyi menüsor. Mi lesz ez a mai rendhagyó karácsonyi menü, amit el fogunk készíteni? Készítünk egy füstölt azacot tormás habbal töltve, amiben egy kis citrom, belecsempészünk egy kis lilahagymát finomra vágva, megtöltjük és paralelével behűtjük, és ezt fogjuk adni egy kaprimártással. Ez lesz az előétel, utána adunk egy gyöngytyúklemest fásbabuskával. A gyöngytyúk az egy kicsit vácán is, tyúk is, a kettő között egy nagyon kellemes ízhatást tud kölcsönözni, és lesz a szarvas. Ugye a vad az téli időszak, ünnepi étel, nem is hétköznap is egy szarvas bélszín merlóban érlelve, és utána pedig lesz egy diókrémmel töltött körte, egy karamell öntettel. Rendben, akkor kezdjük akkor az előétel. Jó, hát akkor nagyon fontos dolog, hogy az étel, amit készítünk, egy kérem az egyik kollégámat, hogy szabad csak, hogy erre egyszer segíteni. Nekem az a házi asszony mellett is van mindig egy kis segítő emberke. Tehát nagyon fontos dolog az, hogy milyen alapanyagból készítünk. Ugye a lazac, a füstölt, szeretett füstölt lazacunkat, ugye azt szépen kiformázzuk a poharunkat. Mit töltünk bele? A tejszínhabot, ugye felvérjük kemény habbá tejszín. Amit meg is történik, minden rálazítunk egy kis tejszínen és egy kis tormás. Ez ecetes torma, ugye, ami többféle változatban van, azt egy kicsit kinyomkodjuk belőle a levét. Szabocs egy citromot, hogy vigyen kezdes hozzá még nekem. Teszünk egy kis tejszínt, még rálazítunk. Ezt szépen teszünk, dolgozzunk. Tehát tejszínhab, ecetes torma, citrom és nidding és finomra vágott lila hagyma. Tehát akkor ez volt az előétel. Igen, ez lesz az előétel. Ehhez lesz egyébként majd egy nagyon finom, kellemes kaprimártást fogunk készíteni, amit szépen mellé öntünk, és ugye azt még a vendég tudja fogyasztani ezt a dolgot. És akkor mint a hűtőbe. Mint hal, akkor ugye ez úgy illeszkedik itt végül, hát a igen, végül is a karácsony egy könnyű étel, egy kellemes ízhatás, egy nagyon jó ízbevezetést tud adni az ételnek. Ugye pezsgővel nyitnak a vendégek, és ez szenzációs egy ilyen lazac, könnyű az étel hozzá. Most mi fog készülni? Most akkor ugye feltesszük a levest, ugye? Tehát most indul a leves. A levesünk az pedig egy gyöngytyúk leves lesz. Tehát hogy feldaraboljuk. Feldaraboljuk. Igen, így van, ezt a lábot most levágjuk. Ugye szokták, hogy kidobják kutyáknak, kidobnak minden, nagyon sokan kedvelik, ha nem árulják el. Voltam már úgy vendégségben, hogy a családtagja össze balhéztak finoman, nem durván az, hogy kiegye meg a lába, bedobjuk a fal. Akkor az is belekerül. És utána szépen feltesszük főné. És gyakorlatilag akkor a levesnek ezen részével hol vagyunk, és elkezdünk szépen dolgozni a vaddal. A vadat azt nyers zöldségekkel fogjuk bepácolni. Ezt a házi asszony javaslom mindenkinek, hogy előtte egy-két-három nappal készítse ezt a pácot. Összevágjuk a zöldségeket szépen, zeller, petrezselyem gyökér, sárgarépa, póréhagyma, fokhagyma. Azért teszünk póréhagymát, és javaslom is mindenkinek ne vöröshagymát, mert a vöröshagymának nagyon magasabb kéntartalma, és ugye a borral találkozva az egy kicsit megköti a bort is, és egészen más íze lesz a pácunknak. Fűszerekben a babérlevél, szegfűszeg, boróka és nyers fokhagyma. Mi lesz akkor a köret? A köret az készítünk egy burgonyalángos, ugye hívják lapcsánkának, cicegének, tócsinak. Ezt szépen megcsináljuk egy ilyen kis közben, majd kiszúrjuk, és zöldséget, párolt zöldséget, vagy olajon megfogtatott finom zöldséget fogunk rakni.
kapoz egy kis gesztenye ragút, karácsonyval gesztenye, meg egy kis bébi karottát, és azon tud egy nagyon kellemes mártást. A modern karácsonyi menütől most szaladjunk vissza megint egy kicsit az időbe, egészen a múltba. Vendégünk Burján István főmuzeológus, néprajzkutató, sok szeretettel köszöntöm. És maradjunk akkor az ételeknél, és a nagyon egyszerűeknél. Itt az asztalon is van például alma és körte, meg valamit hozott is nekünk meglepetésbe, de előbb maradjunk itt például az almánál. Hogyan lehet az almából ünnep? Hát igen, a karácsonyi menünél ugye, hogy az alma, vagy a szép piros alma, vagy megelőzőleg úgy mond, hogy az aszalt alma, szárított alma, aszalt szilva, tehát ezek egy nagyon fontos menük voltak, de talán az almának egy olyan szép szimbóluma volt, ugye szimbolikus jelentése karácsonynál. Először is mondanám talán azzal, hogy a hölgyek ugye hideg vizet öntöttek az almára, és erről a vízről, vagyis az almáról mosakodtak meg, és nagyon szépek lettek. Na most mondanánk az almának a szebb jelentését. Ugye karácsony estén, mielőtt az éjféli misére elmentek volna, akkor a házigazda, a családfő kezébe vette az almát, és ahányan voltak ugye az asztal körül, annyi szeletre vágta ezt az almát, és mindenkinek adott belőle egy szeletet. Ugye ezt valójában az szimbolizálta, hogy az év folyamán, amikor a családtagok valahova messze elvesznek a sötét erdőbe, akkor gondoljanak erre pillanatra, amikor közösen elfogyasztották az almát, és akkor visszatalálnak a családhoz. Ez nagyon érdekes, mert én hasonlót hallottam a húsvéti hímes tojással kapcsolatban, hogy ott már eleve úgy festik meg a tojás cikkeit, úgy írják meg, hogy aztán azt is föl lehet szeletelni a család tagjainak létszámának megfelelően. Van valami összefüggés a kettő között? Igen, hát az összefüggés az, hogy ugye mind a kettő ünnep a legnagyobb, úgymond, hogy katolikus ünnep, de a másik pedig a kerekség. Tehát az alma is kerek, és a tojás is kerek, és ez a kerekség a családnak az együttvé tartozását szimbolizálja. Tehát, hogyha közösen fogyasztunk a kerekből, akkor valójában találkozunk. István, mik azok a karácsonyi ünnepkörhöz tartozó hagyományok, amik régebben széles körben elterjedtek voltak, most pedig olyannyira kivesző félben vannak, hogy mondjuk egy néprajztudósnak vérzik a szíve, hogy nem találkozik ezekkel a mindennapokban? Talán itt a hagyományoknál meg kellene azt említenünk, ugye magát a karácsonyfát, vagy a fenyőfát. Ugye mindannyian napjainkban, ugye a stúdióban is látom, egy nagyon szép fenyőfa van, karácsonyfa van, de a hagyományos karácsonyfa az nem ez volt, hanem az egy termőág volt, mert valójában a karácsony az a termőág. Na most a termőág az hogy nézett ki? Az lehetett majdnem egy sodrófa is, az lehetett valójában egy kökénybokor, vagy egy kökényág, és azt fölkötötték, belógatták úgymond a mestergerendáraból a szobába, és azt díszítették föl, és a díszítés ugye, hát nem ennyi sokféle dísz volt, hanem a legegyszerűbb egy mézes kalács, talán egy ezüstre festett dió, és valami színes szallagok. Én még mindig az asztalon lévő érdekességekkel vagyok elfoglalva. Úgy tűnik, mintha lenne itt egy kakukktojás, egy fejfokhagyma. Az véletlenül került ide? Ez abszolút nem véletlenül került ide, mert ugye a karácsony a különböző étkeket is ilyenkor fogyasztjuk, tehát úgymond, hogy böjti eledeleket, és sajnos mizet nem hoztam, a méz és a fokhagyma azt együtt használjuk. Ugye a fokhagymában megettek egy gereszt fokhagymát, ezzel a betegséget, a rosszat távol tartották maguktól, és a méz pedig egy kanálni méz, vagy egy fokhagymás mézet, amikor a szájukba vettek, ez valójában azt eredményezte, hogy édes szavak hagyják el az embernek a száját, azaz mindig szépen beszéljük. Közben orvosilag bizonyított tény, hogy mind a fokhagyma, mind a méz nagyon egészséges, ugye? Igen, ez orvosilag bizonyított, az egyszerű ember ez pedig orvosi bizonyítás nélkül nagyon tudta. Mióta ajándékoznak az emberek, ezt tudjuk-e? Hiszen ugye ez egy egyházi ünnep, egy vallási ünnep, nem feltétlenül kellett, hogy a kezdetektől hozzátartozzék a,
az, hogy családtagok vagy akár ismerősök, rokonok megajándékozzák egymást. Ez nagyon érdekes, ugye, az ajándékozás. Én kezdeném talán ugye a karácsonyi hagyománytól. Ugye az első karácsonyi történet, amikor a három királyok megajándékozzák, úgymond az úr, a frissen az a kis Jézust. Ez a hagyomány, ez az ajándékozás utána úgy elveszik, tehát nem foglalkozunk az ajándékozásnál, amikor először úgymond a karácsonyfáról, a termőágról szó van különböző történeti adatoknak, adatokba, ott sincs szó az ajándékozásról. Mikor ajándékoznak? Talán azt is felvethetjük, hogy az első világháború idején, amikor fölállítják kint a hadszintéren az első karácsonyfákat, fenyőfákat, oda a küldött ajándék, amit a hozzátartozók küldtek a kint katonáskodóknak, azt tették a karácsonyfa alá. Talán innen is kezdődnek ezek az ajándékozási hagyományok, bár azelőtt az ajándék az ugye abból áll csak, hogy egy süteményt, egy kalácsot, egy almát tettek a fa alá. Tehát inkább jelképes. Csak jelképes az, hogy pénzt adtak volna az ajándékért, ez talán a maikor ember szüleménye. És még mindig van az asztalon egy valami, egy gyönyörűen kiteljesedett lucabúza. Jól tudom, hogy ez, és ez gazdagságot jelent a jövő évre? Igen, a lucabúza az ugye a Luca napján kezdik el, kezdték el, vagy az akkor ütették el, és ő karácsonyra nagyon szépen, ilyen szépen kizöldült. Igen, ő valójában egy termékenységvarázslás, ugyanakkor egy próba is, mivel megnézték, hogy milyen csíraképes maga a búza, és valójában pedig magának a karácsonyfának egy csodálatos dísze. Burján István, köszönjük szépen, hogy velünk volt. Ebben a beszélgetésben, amit most önnel folytatunk, már másodízben kapcsolódott össze a háború és a karácsony tematikája. Hát kívánjuk ezt itt most a szeretet ünnepén, hogy ne legyen harmadszor ez itt téma a mi kis életünkben, ne kelljen még egyszer a háborúról beszélnünk. Áldott szép ünnepet kívánunk önnek is, és hogyha hozott esetleg díszt, akkor kérem, hogy helyezze el a fán, de akkor sincsen baj, ha nem, mert szorgos gyermek ezek a Pécsi Gyermekotthon jóvoltából. Munkálkodnak, hogy legyen nekünk ajándékunk, és végül roskadásig megrakjuk ezt a bizonyos karácsonyfát. Bár megjegyzem, szerintem régebben, ha már itt a történetről van szó, nem voltak ennyire díszesek, ennyire megrakottak ezek a fák, ugye? Igen, tehát valójában nem a fára kell, hanem a fa alá tesszük az ajándékot, a díszt, vagy az asztal alá tesszük, és az is úgymond, hogy szentelményként, mert karácsony éjszakáján, minden tárgy, ami ott van az asztalon, maga a karácsonyfa is, egy szentelmény lesz. Köszönöm szépen, és megkérem, hogy helyezze el a karácsonyfán. A modern karácsonyi menü is elkészül lassan, amit az imént kezdtünk készíteni. Már csak az utolsó simítások vannak hátra, pillancsunk is vissza a Bistro 48 konyhájába. Hogyan készült, mi ez a desszert? Ez egy körte, amit meghámoztunk, egy kicsit késsel megdesszíroztunk, megfőztük egy szekrényszeges fehérboros lében. Elhűtöttük, és egy diópimmel van megtöltve. Csináltunk egy olyat, hogy vajat, cukrot lefelhevítettünk, beletettük a szezámokat, rápirítottunk, és kiöntöttük egy lapra, egy szilikon lapra, megsütöttük 180 fokon, és kapott egy ilyen szép színt, egy ilyen szép kellemes hatást. Mi jön a tetejére? Jövünk, teszünk fel még egy kis diókrémet. És beleállítjuk szépen ezt a kis hatocskát. És a desszertünk. Hát, hogy ügyeljünk a látványra is. Igen, legyen. Egy picit látványra, szép legyen. Akkor mehet a tálalás. Amik elkészültek egyébként, megtalálhatóak az étteremnek az étlapján? Igen, megtalálhatóak az étteremnek az étlapján. Az alapanyagok azok általában mindig ugyanazok, itt gondolok a húsokra, és különböző adalékanyagokat rakunk hozzá az évszaknak megfelelően. Milyen jellegű egyébként az étterem, mit lehet róla tudni?
magyaros és franciás jellegű az étterem. Ez azt jelenti, hogy a magyaros ételek azok megtalálhatók természetesen az étlapon a külföldi vendégeknek a kérésére és az igényeire, az ide látogató külföldi vendégeknek. A franciás jellegek pedig a konyha technológiánk és a tálalási technológiánk jelenti. Hogyha jól tudom, akkor nem régen nyílt az étterem és a hotel. Ez mikor volt pontosan? Mikor nyitott? Nyár elején nyitott az étterem és a hotel is. A hotel az a Corso Hotel Pécs, az étterem pedig a Bistro 48 nevet viseli. Akkor most azt hiszem megkóstoltuk az ételeket. Igen. Van egy fiatal birjálni lány, akit mostanra az egész ország ismer és csodál. Weiss Fanni évek óta modellkedik, több szépségversenyt is megnyert. Legutóbb a Megasztárban Ruzsa Magdival közösen lépett színpadra, ahol együtt adták elő a Gábriel című számot. Az Egycsepp Karácsony vendége a legismertebb sikett fotómodell Weiss Fanni. És aki a beszélgetésben segítségünk lesz, Solymosi Andrea jeltolmács, kezét csokolom, és az édesanyja Liránt Ágnes, csokolom az ön kezét is. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, Fanni. Hogy kezdődött a te pályafutásod? Emlékszel-e, hogy mikor volt az a pillanat, amikor egy csinos, de nagyon fiatal birjálni kislány azt mondta magában, hogy nekem a színpadon van a helyem. Nem a katedrán, nem a gyárban, hanem a színpadon. Tizennégy éves korában. Édesanyát kérdezem, hogy kicsi lányként is ilyen gyönyörű volt? Igen, nekem igen. Bár szürke hajjal született, de gyönyörű volt nekem. Milyen hajjal? Igen, szürke volt a haja. Szürke volt igen, a haja? Igen, ilyen egész szürke furcsa színű haja volt, de nekem gyönyörű volt, hát nyilván minden anyának. Hát azt kell mondjam, hogy meglehetősen kikupálódott, hogy így fogalmazzak, hiszen egy gyönyörű fiatal nő lett belőle, azt lehet mondani. Igen. Azt nem fogom megkérdezni, hogy a karrierben akadályozza-e az, hogy nem hal. Hiszen nem akadályozza. Nem, az viszont egy nagy kérdés, hogy lehet-e karriert építeni, lehet-e dolgozni ebben a szakmában, hogyha valaki nem Budapesten él. Nem probléma. Nem probléma. Pedig azt szokták mondani, hogy aki be akar futni, annak bizony a fővárosba kell költözni. Birjánból is be lehet futni ezek szerint. Én nem szeretnék Budapestre költözni. Pécs nagyon jó hely, nagyon jó kapcsolataim vannak itt. Vagyunk így ezzel egy páran, úgyhogy maradunk egy ideig Pécset, Fannika. Hogy fogadtak a társaid a kifutón, akik már befutott sztárok? Téged, aki hát ennek a szakmának, ennek a pályának még az elején vagy. Szeretettel fogadtak? Nagyon szeretettel fogadott, és nagyon örült nekem. Az édesanyját kérdezem, hogy fog telni önöknél a karácsony? Ez a mai nap. Hogyan zajlik a kicsinálni? Hát most még felvesszük a tesót, Fanninak a bátyját, és akkor megyünk a nagymamáékhoz, a szüleimhez, velük töltjük a karácsonyt. Ez nálunk már évek óta így zajlik. Nyilván jön a vacsora. Ez a nagyszerű karrierhez, ami előtt a lány áll. Hát azért ez a legszebb karácsonyi ajándék, nem? Igen. Hát igen, persze, hogy ez a legszebb nyilván. Bár azt hiszem, hogy igazából nekünk minden karácsonyunk gyönyörű. Én azt mondhatom, hál' Istennek olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egy igazán jó család, mondhatom. Uh-huh. Tehát egy ilyen összetartó jó család vagyunk. Tehát... Nem félti a lányt, hogy a nagyvilág, a sztárvilág elragadja? És esetleg elfelejti, hol van Mirján? Nem. Abszolút nem féltem tőle. Nem. Én tudom, hogy ő milyen. Azt gondolom, hogy sokszor úgy érzem, mintha ő lenne az anyám, hogy őszinte legyek. Tehát ő elég komolyan tud gondolkodni, és elég megfontolt, úgyhogy nem féltem őt. Tudja, hogy honnan jött, uh-huh. Tudja, hogy hol a helye. Nem, nem,
Nem féltem. Fanni, te nagyon szép vagy, azt hiszem ezzel az összes férfi néző, és biztos vagyok benne, hogy a hölgyek nagy része is, aki nem ír így egyetért. De hát az ember nem szép örökké, te biztosan 50 évesen is nagyon szép leszel, de mit fogsz majd csinálni 50 évesen? Főzök, takarítok, nagymama leszek, ha lesz unokám. Nagymama? Hát igen, az, ahhoz először gyermeket kell produkálni, Fannikám. Hány gyermekben gondolkodunk? Hány gyermeket szeretne, Fanni? Kettőt? Két-három gyermeket két, szeretnék. Két? Hát akkor hagyjuk ki, legyen négy. Légy már sok. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Nektek ugyanolyan szép a karácsony, mint nekünk. Még ha elmondani nem is tudjátok. És önöknek pedig köszönjük szépen, hogy segítettek. Köszönjük mi is. És arra kérlek, Fanni, hogy azt a kis ajándékba nekünk hozott karácsonyfa díszt helyezd el, légy kedves a karácsonyfán. Bocsánat, elmondod azért az angyalkát? Története van az angyalkának? Elmondod? Halljuk. Itt van a kettő anyalka. Az ennek én ostam, az pedig másik Holozsa Magdi küldte. Hát köszönjük szépen, akkor az egyik angyalka az tőled, személyesen, a másik pedig Ruzsa Magdi ajándéka. Nagyon szépen köszönjük. Keres neki egy megfelelő helyet, légy kedves ott a karácsonyfán. Mi pedig, kedves nézőink, lássuk, hogy mivel várjuk még önöket a műsor hátralevő részében. Itt lesz velünk Demjén Rózsi, akivel a karácsony mellett természetesen most megjelenő új lemezéről is beszélgetünk. Megnézzük, hogy hogyan karácsonyozik György Deák Dorina, a Pécs TV fogadott lánya. Valamint még további vendégeket is várunk a Nemzeti Színházból, a Bóvita Báb Színházból és az EKF Management Központból, hogy kik lesznek ők és miért jönnek, az egyelőre legyen igazi karácsonyi meglepetés, de az nem meglepetés, hogy nem üres kézzel jönnek. Tartsanak továbbra is velünk! Viszont a zenekar vagyunk. Boldog karácsonyt és persze boldog új évet kívánunk minden kedves pécsi barátunknak.
Szeretettel köszöntjük a stúdióban Demjén Ferencet, köszi szépen, hogy eljöttél. Természetesen, én köszönöm a meghívást. Már hagyomány, hogy az évvégi budapesti nagy koncerted előtt, ami ugye 30-án szokott lenni, ezelőtt a Pécs és a Pécs környéki rajongóidat is megörvendezteted egy fellépéssel, hát ebben az évben is így lesz ez. Remélem, hogy örülni fognak most is, mint ahogy. Hát, hogyha olyanok lesznek a lemezeid, mint az eddigiek, akkor biztosan, mert stabilan magas színvonalat hozol a rajongóid szerint, de ez mégiscsak egy új lemez. Ez egy új lemez. Mit kell erről tudni? Hát erről az, hogy még majdnem meleg, mert múlt héten lett a boltokba kiküldve, tehát végülis most készült el, és abszolút még benne vagyunk. És hát ez nyilvánvaló itt Pécsen, és mivel ugyanaz a koncert hangzik el itt, mint a arénában, játszani fogunk róla 6 dalt legalább. Azért nem többet, mert nekünk is nehéz megtanulni a vadonatúdat, és a közönségnek is nehéz az elsőre megemészteni. Úgyhogy ígéretem, hogy a klasszikus kötelező dalokat azokat is játszani fogom. Na, ezt akartam kérdezni, mondod, hogy még nektek is újak ezek a dalok, hogy ti egyáltalán még próbáltok fellépés előtt? Hát ugye a zenekarod mögötted vérprofi, tehát ott nem lehet baj, te meg nyilván ismered a nótákat. Persze ismerem, de azért mindenben újítani kell, minden évben legalább egyszer vagy kétszer. És ez a koncert annyira kiemelt, hogy ide most számoltunk meg 38 dal fog elhangzani, ami nem olyan kevés dolog, erre nem csak agyilag kell készülni, hanem fizikailag erre is. Fizikailag is, ez milyen ez idő tartam, mondjuk majdnem 3 óra. Igen. Erre te ilyenkor rágyúrsz előtte? Nem, de vagy egyébként is edzett mostanában van. Nagyon sokat próbálunk, tehát azért is jövök most éppen Pestről, mert megpróbáltunk, és próbálunk is minden nap tulajdonképpen, mert ez egy más jellegű, más felállású az egész koncert, és persze, hogy kell próbálnunk, és próbálunk évközben is, mert rengeteget turnézunk, tudom, nem turnénak évük, mert egész évben járjuk az országot. Igen. Tehát rengeteget koncertezünk, és ott is kell azért néha változtatni különböző újabb dalokat, a lemaradt dalokat, amit nem játszottunk erről a lemezről. Sok művésztől hallottam már, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy milyen közönségnek zenél. Nem azért, mert hogy ez minősítés lenne, hanem rákészül egy kicsit. Tehát amikor te Pécsre jössz, akkor neked ez jelent valami plusz töltetet, hogy igen, most Pécsnek, most a pécsieknek énekelek. Természetesen egyrészt azért, mert én is itt lakom, hát majdnem Pécsen, pár kilométerrel arrébb, és nyilvánvaló nekünk itt ennek az egész környéknek, ez a fővárosa végül is. Baranya megyének érzem magamat is, mert már 20-valány éve itt vagyunk. És nekem Pécs fontos, mert járok a különböző helyeken, áruházakban más dolgokat intézni. Nem szeretnék kevesebbet nyújtani Pécsnek, mint akár Budapestnek is. Egy sztárnak tulajdonképpen az összes hétköznapja is ünnep lehet, hiszen rengeteg fellépés, taps, gratuláció, ünnep, de azért mégis a karácsony kicsit más. Milyen lesz a karácsony? Karácsonykor most már nem lépünk fel, tegnap léptünk fel utoljára Budapesten, hogy a másfajta közönség, itt például egy színházi közönség volt, egy nagy bagnak, egy teljesen ünnep, és valamilyen, szóval esti írulási hölgyek voltak. Mi pedig nem tudunk változni, mert mi azt a zenét játszunk is olyan formában, hogy de mégis ugyanúgy fogadja a közönség. Szóval én azt mondanám, lehet, hogy van, akinek függ a közönségtől, mi nem függünk, mi játszunk ugyanúgy Szatmár megyében, különböző városokban, esetleg községekben, vagy akár még sportcsarnokban, mi ugyanúgy megyünk fel. 20 embernek, mint 20 ezernek, ahogy mondtad egyszer. Így van, ez abszolút nincs különbség. Ilyenkor december végén azért az ember egy picikét megáll, és végignéz az elmúlt éven, talán az elmúlt életen is egy picit, és mérleget von. Milyen volt 2010 neked? Hogy fogsz emlékezni? Nagyon forgalmas volt, nagyon sokat játszottunk, rengeteget játszottunk, talán egy kicsit túl sokat is, mert igazán egyikünknek se jutott a magán életre hosszabb ideje, tehát úgyhogy igazán kikapcsolódni, elmenni valahová. De mondom, közben gyártottuk a lemezt, ami nem egy olyan egyszerű dolog, mert az is 2 hónapot legalább lefoglal az életünkből. És hát szóval nagyon olyan nyaralás, még ilyesmi ez nem volt, úgyhogy mi már régóta bevezettük azt, hogy január-február, amikor is csúszosak az utak, és rossz szólt az idő, meg különben is mindenki olyan kedvetlen, azt még kiveszünk szabadságnak, és akkor esetleg akkor szoktunk elutazni, és akkor szoktunk melegebb vidékre költözni. Most már csak egyetlen dolgunk van hátra, hogy megkérünk téged, hogy helyezd el ezt a kis angyalkát a mi karácsonyfánkon. És ez már egy olyan karácsonyfa dísz, amit a Pécsi Gyermekotthon növendékei, lakói készítettek, úgyhogy ha úgy veszük, akkor ez neked is ajándék, hogy egy ilyen dísz tehetsz föl.
felrakjuk, ha megtaláljuk a likat, akkor megvan. Oké. Okay. És köszönjük, hogy itt voltál, és nagyon szép karácsonyt kívánok. Valami jó helyet találunk neki. Itt a fehérke alatt, ez nagyon jó. Oké. Okay. És nagyon boldog karácsonyt kívánok mindenkinek, a gyerekeknek főleg. Boldog karácsonyt. És magunknak is nyilván. Köszönjük szépen. Pici szolgálmék életét. Boldog karácsony. 12. Pont ennyi évvel ezelőtt ismerhették meg a Pécs TV nézői György Deák Dorinát. A már a tinivé cseperedett lány gyakorlatilag kameráink előtt nőtt fel. Dorina ugyanis egy napon született a Pécs TV-vel. Az ünnepek előtt egerági otthonukban kerestük fel az egyre bővülő családot. Stábunk ajándékokkal felpakolva érkezett György Deákékhoz. Felismerik ezt a fűben guggoló kis coffos kislányt? Ő György Deák Dorina, a Pécs TV fogadott gyermeke. Ugyanis egy napon születtünk. Dorina itt már 3,5 éves. Ott vagyunk minden nagyobb ünnepnél, így kameránk előtt láthattuk felnőni a cserfes kislányt és gyarapodó családját. Itt már megszületett kisöccse Boldizsár, akit büszkén és szeretettel ölel magához. Dorina itt már iskolás, tevékenyen kiveszi részét a karácsonyi készülődésből. A karácsonyfát fel kellene díszítenem az apával. Dorina 7 évesen nem csak a karácsonyfát, de a kisült mézes kalácsot is díszítette. Ezek pedig már a mostani képek. Dorina 12 éves. Kész hölgyé érett a cserfes kislány. Most már nem csak a karácsonyi díszítésből, de a sütésfőzésből is kiveszi a részét. Persze, édesanyja vigyázó tekintete mellett. Ez a recept, ez még a dédi mamától származik. Én is szoktam. Tőlem tanultam sütni. És karácsonyra mindig szoktam. Vagyis legényfogót. Dorina is már lelkesen lesél a szükséges praktikákat. Össze is állította a karácsonyi menüt. Karácsonykor majd halászlevet, beiglit sütünk, és mézes kalácsot díszítünk. Vitold, a legkisebb testvér is tüskénkedik a konyhában, bár ő még a sütés helyett inkább a porcukros tálat nyalogatja. Természetesen, ha meglátogatjuk György Deákékat, nem mehetünk üres kézzel. A Pécs TV Jézuskája is igyekszik meglepni a gyerekeket. Természetesen mi sem távozhatunk ajándék nélkül. A György Deák család apraja nagyja önöket, tévénézőket sem felejtette el. Egy kis dallal kívánnak boldog ünnepeket. Kis karácsony, kis karácsony, kis vigyel már a karácsony, a kis ült már ide véle, hadd egyem meg melegébe. Már szépen gyűlnek az ajándékok a gyermekotthon lakóinak karácsonyfája alá is, de még nincs vége, hisz vendégeink is ajándékokkal érkeztek hozzánk. Sok szeretettel köszöntöm Stencer Béla színművészt, a Pécsi Nemzeti Színház kulturális menedzserét, és Ramó Gábor igazgatót, a Bóbita Bábszínháztól. Szervusztok! De még ne áruljuk el, hogy mi is lesz ez az ajándék. Egy kicsit beszéljünk más jellegű ajándékokról, hiszen a színházak, a Bóbita is és a Nemzeti is ünnepi műsorral készülnek karácsonyra is és az új év búcsúztatójára is. Mi minden lesz, Béla, nálatok? Hát a színház nagyon készül a karácsonyra, hiszen valamitől Pécset a pécsi közönség a karácsonyi ünnepkört a színházba járós ünnepkörnek gondolja. És hát bizony az ünnepekre már nincs jegyünk, azt mondhatom bátran. Két ünnep között viszont szinte a teljes repertoár megtekinthető még, a Parasztopera, az Aranyára, a Gettó, a Balettest, a Jó és a Rossz kertjében,
És hát szilveszterre ugyancsak nincs már jegyünk, tehát a két ünnep között még találnak helyet a nézők, hogyha kíváncsiak ránk, és hát a januárt már régóta árusítjuk, tehát aki most nem tud jönni, az új évet rögtön nálunk kezdheti. Kábor, gondolom a Bóbita Bábszínház is ilyenkor az ünnepek táján teltházakkal dübörög, és gondolom, hogy ilyenkor azért nem annyira a felnőtteknek szóló báb előadásokkal rukkoltok elő. Van-e még jegy az ünnepi előadásokra? Akad-e még? Igen, hát mi december 29-én és 30-án fogunk játszani. Lesz Csecsemő színházi előadásunk, lesz a Ludas Matyi, lesz az új nagy sikerű kamaratermi előadásunk, a Világgá mentem, jaj, ami egy nagyon bájos kiskutyáról szól. Karácsony környékén próbálni fogunk, mert készülünk a házavatóra, ami sajnos végül is nem december 29-én, hanem január 29-én lesz, de hát muszáj próbálni, ez Vörös Sándor műve alapján készül, Bolondistók a címe. Tehát dolgozni fogunk, és hát évvégén azért várjuk a közönséget. És lesz Szárnyas Malac napja is, ugyan nem az előre eltervezett helyszínen, hiszen úgy szerettétek volna, hogy már a igen, most egy kicsit tudathasadásos állapotban vagyunk, mert azért játszani fogunk 30-án, mint említettem, sőt lesz egy vendég felnőtt előadás, a pécsi előadás, a Bogyós Kertész Gyümölcs vagy, fia. Ezt lehet este 7 órakor a Bóbitában majd 30-án megnézni. Viszont január 30-án az új házban azért szeretnénk egy ilyen utó Szárnyas Malac napot tartani, amikor lesz játszóház, kézműves foglalkozás, az ország különböző helyeiről jönnek vendégfellépők, tehát tényleg egy ünnepi programmal készülünk. És végül is ezekhez a produkciókhoz kötődik a ti ajándékotok is. Azt most már nem árulok el titkot ezzel, de ti magatok mondjátok el, hogy mivel érkeztetek, mivel szeretnétek karácsonyra meglepni a gyerekeket. Hát azt gondolom, hogy amit igazán adni tudunk, az egy nagyon szép színházi este. És én bízom benne, hogy akinek családja van, az családostul tud először színházba jönni, és az a jó, hogyha a szülők, nagyszülők hozzák el a gyerekeket először színházba, és ha erre nincs mód, hogyha a gyerekek nem családban nőnek föl, akkor viszont a nevelők hozzák őket, és hát elég jó a kapcsolatunk részint a nevelő otthonnal is. Úgyhogy nagyon sokszor jönnek a gyerekek színházba, de ezt szeretnénk hozzájárulni. Sok-sok boríték van előtted. Belépőjegyutalványokkal, amelyet hát remélem, hogy jól használnak föl, és a következő évet a színházban kezdik majd, vagy folytatják, hiszen ez évad végéig felhasználható. Mindjárt arra meg is kérünk titeket, hogy adjátok át, de előbb még hallgassuk meg, hogy Samu Gábor mivel egyedi gyönyörű képes meglepő módon én is belépő jegyeket hoztam. A felnőtt bábfesztiválra készültek ezek a képeslapok, és úgy döntöttünk, hogy ezeket használjuk tiszteletjegyként is, és hát ebből hoztam jó pár darabot, és szintén a jövő évad bármelyik hétvégi előadására el lehet jönni. Reményeim szerint már az új bábszínházat fogják felkeresni a gyerekek. Köszönjük szépen. Ahogy mondottam, mindjárt meg is kérünk benneteket, hogy adjátok át ezeket az ajándékokat azoknak, akik már bizonyára nagyon várják, de még mielőtt ezt megtennénk, árulunk egy kulisszatitkot, hiszen miközben itt beszélgetünk, a közösen feldíszített karácsonyfánk aljában megszaporodtak az ajándékok, mégpedig a Pécs 2010 LKF Management Központ jóvoltából számtalan, kicsi, de nagyon értékes ajándékcsomag vár itt most gazdára, úgyhogy ezeket is átnyújtjuk, mint egy ennek a műsornak és ennek az estének a megkoronázásaként a kicsiknek. És nagyon szépen köszönjük természetesen azt a gyönyörű sok díszt, amit itt készítettek a picik, a Pécsi Gyermekotthon lakói. Tessék, parancsoljatok, titeket pedig akkor megkérünk, hogy juttassátok célba ezeket az ajándékokat. Parancsoljatok, nem tudom kinek adjam, osszátok el egymás között, jó? És ezeket a gyönyörű LKF-es zacskókat, amivel nagyon szép dolgok. Bélem az a gyermekeké, tehát ezeket pedig vigyétek el. A kedves gyerekeknek pedig csak annyit, és a kísérő és felkészítő tanároknak is, hogy fogadják ezeket az ajándékcsomagokat azzal a szeretettel, amivel mi készítettük ezt a műsort, és amivel a felajánlók állították össze ezeket a kedves kis csomagokat. Köszönjük. Kedves nézőink, mi lassan műsorunk végéhez érünk.
Köszönjük, hogy velünk töltötték ezt a délutánt, és bízunk abban, hogy a készülődés hangulatához illő, az ünnep fényét emelő műsort sikerült készítenünk Önöknek. Ez a műsor volt a mi szerény ajándékunk, amit ha nem is tehetnek a fa alá, azért azt reméljük, hogy a szívükben elfér még. Higgyék el, számunkra is több volt ez, mint egy műsor a többi között. És természetesen köszönjük azokat az ajándékokat, amiket ennek a műsornak a keretében mi továbbíthattunk az igazi ünnepelteknek, a nehézsorsú gyerekeknek, fiataloknak. Hiszen az Egy csepp karácsony azért is jött létre, hogy megszépítsük az ünnepet a pécsi gyermekotthon lakói számára, akik végig itt voltak velünk a stúdióban, és igazán szép díszeket készítettek nekünk. Sok százezer lakásban hamarosan megszólal a csengettyű, gyertyák meleg fénye világítja be az otthonokat. A családok összebújva várják a csodát, amit a kis Jézus születése jelent. A szeretet ünnepe kifejezés talán egész évben közhelyként hangozhat, de ilyenkor szentestén mindenki megérezheti, mennyire igaz, mennyire nem csak üres szó. De vajon ugyanannyira ünnepe mindenkinek az ünnep? Kérjük Önöket, ha majd elfogyasztották az ünnepi menüt, ha majd minden ajándék gazdára talált, és a gyerekek is kijátszották magukat az új játékokkal és nyugovóra tértek, amikor az otthonokba újra csend költözik, és csak a gyertyák világítanak, egy percre gondoljanak azokra, akiknek ez az érzés nem adatik meg. Gondoljanak azokra, akiknél a gyertya nem azért világít, mert meghitt, hanem mert minden este az világít. És gondoljanak arra, hogy a gyertyafény nem fűti be a lakást. Gondoljanak egy pillanatig azokra, akiknél ma nem lesz ünnepi menü, akiknek nem jut ajándék, talán még karácsonyfa sem. Gondoljanak rájuk is szeretettel. Higgyék el, meg fogják érezni, és ez lesz az ő ajándékuk, ez lesz az ő ünnepük. Áldott, békés karácsonyt, szép ünnepet kívánunk mindenkinek, a Pécs TV összes munkatársa nevében.